Testületi ülés Terézvárosban. Újra egészségnap a Széchenyi fürdőben. 6. kerületi pedagógusok terepgyakorlaton. Nyári nyitvatartás az 5-ös 10-ben. Dunabogdányban üdültek a terézvárosi két tannyelvű iskola diákjai. 6. kerületi bajzások Olaszországban és Zebegényben. Anna néni 90 éves lett. Jubileumi est az Andrássy úti Bolgár Kulturális Intézetben. Majsai Gábor koncert a Hunyadi téren. Köszöntöm a nézőket, Dombóhári Gábor vagyok. Terézváros elmúlt heti eseményeinek összefoglalóját látják. A nyári szünet előtti utolsó testületi ülést tartották meg Terézváros önkormányzati képviselői június 30-án. Tárgyaltak egyebek mellett a felső oktatási ösztöndíj lehetőségeinek kiszélesítéséről, a rendőrségnek nyújtott támogatásokról és pályázatokról is. Az ülés elején Hassai Zsófia polgármester a testület és Terézváros nevében köszönte meg Balogh Bálintné áldozatos és magas szakmai színvonalú munkáját, amelyet az elmúlt 10 évben a Játékvár óvoda vezetőjeként fejtett ki. Ugyancsak a testület előtt köszöntötték dr. Kopácsi Juditot, a Terézvárosi Család és Gyermekjóléti Központ vezetőjét, aki a napokban Bárci István díjat vehetett át a fővárosi önkormányzat dísztermében. Terézvárosi önkormányzat javaslatára nemrégiben vehette át intézményvezető asszony a Bárci István díjat. Igen, a fővárosi közgyűlés részemre Bárci István díjat adományozott a képviselőtestület, illetve polgármester asszony felterjesztésére, és egy rendkívül nagy megtiszteltetés számomra a felterjesztés és természetesen a díj elnyerése is, illetve hogy a mai napon a képviselőtestületi ülésen polgármester asszony és a testületnek a tagjai megköszönték a munkámat és gratuláltak a díjhoz. Nagyon meghatódott vagyok, hiszen most köszönték meg a képviselőtestület azt a munkát, amelyet 10 éven keresztül itt Terézvárosban intézményvezetőként dolgoztam, és hát polgármester asszony nagyon szépeket mondott a munkámról. Nagyon-nagyon elfogódott vagyok ezekben a pillanatokban, de most is csak azt tudom elmondani, hogy nagyon sok mindent köszönhetek Terézvárosnak. 10 évvel ezelőtt ez a kerület engem befogadott, és hát a munkám alapján elfogadott és elismert. Én nem gondolnám, hogy ennél többet tehet egy kerület vagy egy település az intézményvezetőjéért. Igaz, hogy 10 éven keresztül nagyon sok családdal, kisgyermekkel ismerkedtem, és valóban terézvárosinak érzem magam, de köszönettel tartozom a médiáknak is, hiszen mindenkinek hozzáférhetővé tették azt, hogy a Játékvár óvoda munkájába és a mindennapjaiba is részesei legyenek a terézvárosi lakosok, bepillanthassanak azokba a gyönyörűséges napjainkba, amelyeket együtt töltöttünk a terézvárosi gyerekekkel, családokkal és a fenntartóval. Még egyszer nagyon köszönöm mindenkinek. A Terézvárosi Felsőoktatási Ösztöndíjról szóló rendelet szerint fél évente 25 hallgató nyerheti el a havi 35 ezer forintos ösztöndíjat, ha megfelel a jogszabályi előírásoknak. Most a jogosultsági feltételek enyhítése mellett döntött a testület, amely a jövedelemhatár az öregségi nyugdíjminimum 3-szorosáról a 4,5-szeresére történő növelését jelenti. Ennek köszönhetően várhatóan több pályázatot nyújtanak majd be, többen részesülhetnek a támogatásból. Két fontos dologról szeretnék beszélni. Az egyik egy bizottsági döntés, a Humán Bizottság a mai napon ismételten Terézváros egy tehetséges kis sportolójának ítélte oda a támogatását. Ez ugye Terézvárosban egy új lehetőség, hogy tehetséges fiatalok pályázhatnak támogatási összegre, és most már másodszor tudtuk odaítélni ezt az összeget. Egy korcsolyázó kislányt tudtunk támogatni elég szép összeggel, 500 ezer forinttal. Én azt kívánom neki, hogy egészséggel, sikerrel használjon fel ezt a pénzt, mindazokra a szép célokra, amelyeket a pályázatában megfogalmazott. A másik fontos dolog, amiről beszélnünk kell, hogy a mai testületi ülésen Terézváros önkormányzata
kinevezte a Terezénó új igazgatónőjét, Kecskés Andreát. Nagy örömmel tölt el minket, hogy van az intézménynek vezetője. Egy nagyon szép hagyományokkal rendelkező intézményt vesz át Magyarsovszki Zsófiától az új vezetőnő. Én a munkájához sok sikert, kitartást, türelmet és eredményességet kívánok. A képviselőtestület rendeletben szabályozta az általa fenntartott gyermeküdülőkben fizetendő térítési díj mértékét. A Széchenyi 2020 programban épületenergetikai pályázatot írtak ki, amelyen a kerület a Terézvárosi Egészségügyi Szolgálat épületének energetikai munkálataival indul el. A keretösszeg 10 milliárd forint, amelyből egy-egy projekt számára az igényelhető visszanemtérítendő támogatás összege minimum 50, maximum 250 millió forint lehet. A testületi ülésen két előterjesztés is a rendőrségnek nyújtott támogatásokról szólt. Mivel az önkormányzat kiemelt figyelmet fordít a közbiztonsági feladatok ellátására, így lehetőségeihez mérten segítséget nyújt a BRFK 6. kerületi rendőrkapitányságának munkájához. A 2015-ös költségvetési maradványból egy személyautót vásárolnak, amelyet a helyi rendőrök használnak majd. A kocsi a nyomozók munkáját segíti. Ugyancsak a rendőrség támogatásaként több mint 1,5 millió forint értékben irodaszereket vásárol az önkormányzat a kapitányságon dolgozók részére. A képviselőtestület ezen a testületi ülésén 3 napi rendi pontban foglalkozott a közbiztonsággal. Az első napi rendi pontunkban tárgyaltuk, hogy egy személygépkocsit adományozunk a rendőrkapitányságnak. A másik napi rendi pontunkban a Terézváros Közrendjéért, Közbiztonságáért Közalapítvány eszközöket szerzett be, és ezeket adományozzuk az önkormányzat segítségével a rendőrkapitányság részére. Ez gyakorlatilag az irodaszerektől és informatikai rendszereken keresztül mindenféle segítséget jelent a rendőröknek. A harmadik napirendi pontunkban pedig megtárgyaltuk, hogy hosszú évek után újra létrehozzuk a kábítószer egyeztető fórumot, amiben szeretnénk összefogni a rendvédelmi szervek, illetve különböző közintézményeknek a munkáját, hogy hathatósan fel tudjunk lépni a kábítószer fogyasztás, a kábítószer terjesztés ellen. A térköz projekt keretében visszanemtérítendő támogatást nyerhet a kerület a fővárosi önkormányzattól a Jókai tér megszépítésére. A tér kihasználtsága és leromlott környezeti állapota nagy mértékben elmarad az Andrássy út és a Liszt-Ferenc tér kiemelt helyszíneitől. Cél, hogy a komplex rehabilitáció a környék helyi lakosságának bevonásával a civil és a magánszféra együttműködésével valósuljon meg és legyen fenntartható. A képviselőtestület döntése szerint a Terézvárosi Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthonának intézményvezetője Kecskés Andrea lesz. Az álláshelyre 3 pályáztak, közülük választotta ki a 3-tagú szakértőbizottság a nyertes jelöltet, akit feladatainak ellátásával 2016. augusztus 1-től 2021. július 31-ig terjedő időre bízott meg. A bizalom megvan a képviselőtestület részéről, hiszen egyhangú szavazással nyert el az intézményvezetői posztot. Milyen tervekkel indul neki? Nagyon magasra tette a szakmai elvárást mind Terézváros önkormányzata, mind az előző intézményvezető Matyasovszki Zsófia. Az ő munkájának a színvonalát szeretném én is továbbvinni, illetőleg a kor változó kihívásainak megfelelően némi változtatást tervezek, de ez természetesen be is kell valóban fel is kell vennem a munkát, és közvetlenül az ellátottakkal is kapcsolatba kell kerülnöm, ami még várat magára. Zárt ülésen döntöttek a képviselők arról, hogy dr. Mayer Ákos távozása után a Terézvárosi Egészségügyi Szolgálat igazgatói feladatainak ellátásával 2016. július 12-től az eredményes pályázati eljárás során kiválasztott új igazgató munkába állásáig megbízza dr. Szabó Katalin orvos igazgatót. Ugyancsak döntés született dr. Koppányi Krisztina házi orvos megbízásának 2021. december 31-ig történő meghosszabbításáról. Több sikertelen pályázat után elkelt az Andrássy út 21 szám alatti ingatlan. A nyilvános egyfordulós pályázat ezúttal érvényes és eredményes volt.
A nyertes, az Amelus Kft. Nettó 1.368.180.000 forintos vételárajánlatával. Ezzel több mint 10 év után remélhetőleg véget ér a hányattatott sorsú épület kálváriája, és ami ennél is fontosabb, megoldódik a bentlakók problémája is. Terézváros önkormányzata az idén is sok szeretettel várja szépkorú lakosait 2016. július 12-én 9 órától a Széchenyi fürdőbe. A belépés minden terézvárosi nyugdíjasnak a lakcímkártya bemutatásával ingyenes. Záróráig a fürdő összes szolgáltatása, azaz a szauna, a gőz, az élményfürdők, a pezsgőfürdők és a sodró medence is díjmentesen használható. Érkezés reggel 9 és 10 óra között. A Terézvárosi Önkormányzat jóvoltából az idén 41 kerületi pedagógus jutott el az Őrség és Göcsej vidékének felfedezésére, az immár hagyományosnak számító terepgyakorlaton. A háromnapos program célja a környezeti nevelésben résztvevő pedagógusok ismereteinek bővítése, tájvédelmi körzetek és nemzeti parkok felkeresése és a megújuló energiaforrások megismerése volt. A mai önkormányzati percek vendége lesz Matokanovic Lídia, a Terézvárosi Önkormányzat környezetvédelmi és civil kapcsolatok tanácsnoka, valamint Árvai Balázs, a Terézvárosi Szinnyei Mersepál gimnázium igazgatóhelyettese. A remek hangulatú kirándulás résztvevői felkerestek egy ökofalut, Nagypálit, ahol a polgármester fogadta a terézvárosi pedagógusokat, és bemutatta a település fejlesztéseit, illetve ismertette ezek hatásait. Bejárták a Sákhegy és az Őrségi Nemzeti Park egy-egy túraútvonalát, interaktív kiállítást tekintettek meg a Kemenesi Vulkánházban, és a hagyományos tökmag olajütést is megismerhették. A túra utolsó napján rövid kitérőt tettek a szlovéniai Dobarnakba, ahol egy trópusi kertet látogattak meg. A rendkívül változatos menetrendben a környezetvédelmi szempontból kiemelt helyek felkeresése mellett helyet kapott a veleméri Árpád-kori templom megtekintése is. A csoport lentiben, Terézváros testvérvárosában szállt meg. Rendkívül izgalmas és mozgalmas három napon vagyunk túl. Elmondhatom, hogy nagyon jól is sikerült. Ennek egyrészt van ugye egy tanulmányi jellege ennek a terepgyakorlatnak, mert a kerületi oktatásban résztvevő pedagógusok elmélyíthetik a tudásukat, másrészt pedig egy csapatépítő jellege is van. Ilyen szempontból is nagyon sikeres volt a terepgyakorlat, tehát mindenki jól érezte magát, a kerületi pedagógusok tapasztalatot tudtak nagyon sok dologban cserélni, illetve egymás emberi oldalát is megismerni, tehát nem csak azt, hogy mint kollégák, vagy mint másik iskola óvoda kollégája, hanem az emberi oldalt is, és egyéb területekről is tudtak beszélni, szót váltani. Hát végül is a Terézváros minden intézménye képviseltette magát ezen a kiránduláson, minden óvodából és iskolából. Volt jó néhány fő, aki a környezeti neveléssel foglalkozik alapvetően, intézményvezetők közül is jó néhányan voltunk, és a tapasztalatszerzés inspirálta igazából a programszervezőket. Valóban nagyon sok ökoprogramon vehettünk részt, nagyon gyönyörű volt az Őrség, a természeti környezet, de valóban, ahogy Lídia is elmondta, az a legfontosabb, hogy egymással intézményi kereteken kívülre nyúlva egymással tudtunk kapcsolatot létesíteni, a közvetlen kapcsolat, ugye a programok kapcsán, ahogy sétáltunk, túráztunk, múzeumokba mentünk, ahogy étkeztünk, ahogy esténként ott maradtunk, ott ragadtunk az asztaloknál és beszélgettünk. Igazából ez a legfontosabb, hogy az intézményeken keresztül, vagy az intézményeken túlnyúlva tudtunk kapcsolatokat építeni az ökogondolkodás, vagy az a kirándulásos hangulat mellett.
régi hagyományként felelevenítve ebben az évben is a Terézelős önkormányzat jogotából részt vettünk egy terepgyakorlaton. Itt a környezetnevelés az elsődleges cél, Patakonomics Lídia képviselőasszony szervezésében. Az őrség és a göcsei tájvidék volt a cél. Az iskolákban ezt ugye, mint környezetnevelő tanárok nagyon jól tudjuk alkalmazni, hiszen vagy kirándulást szervezünk ide, vagy pedig a tananyaggal kapcsolatosan olyan információkat tudunk nyújtani a gyerekeknek, amelyek azt gondolom, hogy mindenki számára nagyon érdekesek lesznek. És az óvodákban hogy tudják hasznosítani ezt a háromnapos kirándulást? Az óvodánk programjához nagyon jól kapcsolódott ez a háromnapos terepgyakorlat, mivel mi zöld óvodák vagyunk, és ebben az évben megpályáztuk az Örökös Zöld Óvoda címet is, úgyhogy nálunk ez nagyon fontos. Nagyon sok területtel megismerkedtünk most, megismerkedtünk új növényekkel, új állatokkal, tájvédelmi körzettel, és kitekintést nyertünk a kulturális életre is, amely Magyarországnak nagyon fontos része. Úgyhogy nagyon jól be tudjuk a következő nevelési évünkbe ezeket az ismereteket építeni. És nagyon fontos az a kezdeményezés, hogy itt óvónők, tanítók, tanárok megismerkednek, az iskolák, óvodák egy új közösséget alkotnak, tehát más szempontból is, és ennek ez is egy nagyon jelentős sikere és hozama ennek a kirándulásnak, úgyhogy szerintem ez egy nagyon jó dolog volt, és nagyon jól éreztük magunkat, köszönjük mindenkinek. Szia, Csegő! Hogy érezted magad? Jaj! Milyen gyakorlaton voltatok? Terepjárás gyakorlat. Az 5-10 közösségi és kulturális színtér a nyári karbantartási munkálatok miatt július 2-a és 17-e között zárva tart. Ezen időszakban a tanfolyami munka is szünetel. A Terézvárosi két tannyelvű általános iskola 48 tanulója június 23-a és 29-e között táborozott a 6. kerületi önkormányzat Dunabogdányi gyermeküdülőjében. A nagy hőségben a legnagyobb élmény természetesen a medence volt. Kora délelőtt, késő délután, illetve vacsora után fürödhettek a gyerekek. A déli órákban, tekintettel a kánikulára, a házban és a társalgóban játszottak, beszélgettek, pihentek, olvastak, készültek a ki mit tudra. A fürdés mellett sportolásra is volt lehetőség. Rendeztek asztali teniszbajnokságot, tollasoztak, kosaraztak és fociztak a gyerekek, de a csocsó és a biliárd is nagyon népszerű volt. A gyerkőcök emellett hintáztak, homokoztak, homokvárat építettek, vagy éppen labdáztak, kártyáztak, társasoztak, beszélgettek a jó levegőn. A vacsorát követően filmet nézhettek a gyerekek, illetve gyöngyöt fűzhettek. Hétfőn, amikor nem tűzött annyira a nap, és a levegő is kissé felfrissült, elmentek hajókázni. A hajó a kisoroszi révtől indult, és tett egy órás utat a Dunán. A hétfő programokban gazdag volt. Délelőtt tűzzománc foglalkozáson vettek részt a tanulók, kézműves mesterek segítségével hűtőmágnest készítettek. Ezen az estén vacsora után állatbemutatót tartottak. A Dunabogdányi táborhely rengeteg lehetőséget kínál a kikapcsolódásra és a játékra, de kirándulásokat is szerveztek a tanulók számára. A megérkezést követő napon ellátogattak Visegrádra, felmentek a Fellegvárhoz. Fentről gyönyörködtek a táj, a Dunakanyar szépségeiben, végigjárták a Fellegvárban lévő kiállításokat. A második buszos kirándulás a tábor végén volt. Szentendrén voltak a Szamos Marcipán Múzeumban, ahol a kiállított marcipán csodavilágot tekintették meg. A múzeum után fagyit kaptak a nebulók, és sétáltak a városkában, a parti sétányon is.
A tábor utolsó délutánján Ki mit tud versenyt rendeztek. A tábor jól felszerelt, a tanulók napi négyszeri étkezést kaptak, a korszerű táplálkozásnak megfelelően, emellett minden nap volt gyümölcs is. Négy év után ismét szerveztek a bajzások egy olaszországi utazást. 5 napot töltöttek Itáliában. A 41 diákot 4 pedagógus és 3 volt bajzás kísérte el. Ám a tanárok is pihenéssel töltötték a tanévzárás utáni időt, zebegényben túrázott a pedagógusok egy csoportja. Az első nap az utazással telt el. Útközben Triestben volt egy városnézés, majd késő délután Bibionéban foglalták el szállásokat, a tengerparttól alig 80 méterre. Többen ekkor találkoztak először a tengerrel. Másnap Pádovába indult a csapat. A gyerekek megtudták, hogyan alapították a várost, milyen erekéket őriznek a Szent Antal bazilikában. Mozzarella, mortadella, tarantella, ecco la per me. Zuppa romana. Prego, acqua minerale, grappa speciale. Padovából Veronába vezetett az út. A csapatot lenyűgözte az aréna, amely oly sok előadásnak adott már otthont. Kihagyhatatlan Júlia háza, amelynek falát vastagon fedik a szerelmesek feliratai. A 3. napon hajókáztak a gyerekek Buránóba, a csipkékről híres kis szigetre, aztán Muránóba, az üveggyártásáról ismert szigetre vezetett az út, ahol szájtátva csodálták meg, milyen könnyed és pontos mozdulatokkal alakítja a mester az 1000 fokra hevített üveget, hogy néhány perc alatt abból madarat vagy éppen lovat formáljon. Velencében is sok nevezetességet láttak a bajzások. A Sóhajók hídját, Szent Márk teret, vagy a felújítás alatt álló Rialtót. A 4. nap pihentek, majd az 5. mindenki megszavazta, hogy maradjanak még, de sajnos indulni kellett haza. Triestre aztán ismét betért a csapat, hogy megnézze a Miremare kastélyt. Szlovéniában még volt egy nagy fánkevés Trojanéban, majd este érkezett haza a társaság. Rengeteg maradandó élményt adott ez az 5 nap diáknak és tanárnak egyaránt. Ehhez kellett a remek időjárás, a kényelmes busz, a megbízható sofőrökkel, a kényelmes apartmanok, a fantasztikus idegenvezető és az általa üzemeltetett Katica rádió. És persze a gyerekek fantasztikus együttműködése. Fettuccini, scallopini, fritto di zucchini, ma per me, zuppa romana, bella donna, mamma mia, alimenti, ciao, wow, Roma, Roma, Napoli, amore mio. Vino secco, amaretto, ricoletto, ecco la per me, zuppa romana. Az idei tanév lezárásaként a Bajza utcai általános iskola tantestülete közös kirándulásra indult Zebegénybe. Megérkezés után a társaság 3 felé oszlott. A legbátrabbak Juhász Gábor tanár úr és Emmer Edit tanárnő vezetésével egy rövid, ám de gyönyörű túrára indultak. A kultúra kedvelők megnézték a főtéren a római katolikus templomot, ellátogattak a Szőnyi István emlékmúzeumba és a Hajózás történeti múzeumba is.
Akik csak sétálni szerettek volna, vagy egy kicsit csendre vágytak, a Duna partján ülve nézték a vizet és az arra járó hajókat. Ebédidőben mind a három csapat az Almáskert fogadóban találkozott, ahol elfogyasztották a jól megérdemelt ebédet, és végre lehetőség volt kötetlen beszélgetésekre, éneklésre, tollasozásra. Kora délután indultak haza, hiszen az esti magyar-portugál meccsre sokan kíváncsiak voltak. Terézváros 90 éves lakóját, Szecsei Istvánnét születésnapja alkalmából június 28-án Pap László alpolgármester köszöntötte. Az ünnepelt örömmel fogadta Szív utcai otthonában Terézváros alpolgármesterét, és nem hagyta ki az alkalmat, hogy megköszönje azt a sok támogatást, amit itt élő nyugdíjasként kap az önkormányzattól. Négy unokája és egy dédunokája van. Rájuk igen büszke a most 90 éves Anna néni, akinek szeretettel gratulálunk. Júniusban a Bolgár Kulturális Intézetben jubileumi estet szerveztek Juhász Péter irodalomtörténész műfordító bolgarista születésének 85. évfordulója alkalmából. A rendezvényen az ünnepelt jelenlétében bemutatták a szerző az Isten tagadó istenei című legutóbb bolgárul megjelent kötetét, amit neves bolgár és magyar írók, könyvkiadók méltattak. Az est díszvendége Krasimir Karakacsanov a Bolgár Nemzetgyűlés alelnöke volt, aki a bolgár állam nevében üdvözölte a 20. századi bolgár-magyar kapcsolatok egyik legkiemelkedőbb és talán legidősebb képviselőjét. Itt vagyunk a Bolgár Kulturális Intézetben, ahol egy ünnepi est lesz. Igen, jó estét kívánok, és nagyon örülök, hogy itt vannak nálunk újból. Ma este egy Bulgáriában nagyon híres személyt fogunk ünnepelni, Juhász Péter urat, aki tavaly 85 éves lett, és az ő utolsó könyvét fogunk ma este bemutatni. Ez alkalomból terveztünk nagy ünnepséget, és erre a célra ide érkezett a bolgáriai parlament elnök helyettese, aki a parlament nevében egy plakettet fogja nyújtani az ünnepeltnek. Ön bizonyára nagyra értékeli Juhász Péter munkáját, amiért megtiszteli ezt a rendezvényt. Mit mond nekünk Juhász Péter munkájáról? Mondanom kell, hogy Juhász Péterrel 30 évvel ezelőtt ismerkedtem meg, amikor én még diák voltam, de ő már Bulgáriában tevékenykedett, tanított, fordított. Műfordítóként rengeteg bolgár művet fordított le magyarra, és fordítva, magyar műveket fordított le bolgárra, részt vett azoknak a szerkesztésében. Így módon a két ország és a két nép közötti barátságát és kulturális kapcsolatait alakítva. A bolgár kultúrában mi az a motivum, amire ön a legbüszkébb? Szimbólum a bolgár kultúrában nagy. Azt mondhatom, hogy a két nép, a bolgár és a magyar, rengeteg közös vonással rendelkezik, rengeteg közös történelmi módban létező kapcsolatunk van. Az egyik csoport Bulgáriában állt meg, a másik csoport pedig Magyarország, vagyis a Kárpát-medencébe, vagyis majdnem rokonok vagyunk. Ezt a kapcsolatot erősítve szeretném kívánni, és szeretném azt ajánlani, hogy legyen minél több olyan magyar értelmiségi, aki követve Juhász Péter útját erősíti a két ország, a két nemzet kapcsolatait. Thank you.
megtenni, hogy lefordítsa nekem a könyvnek a... Nehezen, mert a címét értelmezni is kellene. Mert a válogató adta a címet, és azt a címet adta, hogy az istentelen istenei. Hogy ő tudná megmondani, hogy mit értett alatta. És mit tudhatunk meg a könyvből ezen kívül? Az, hogy Bulgáriában ez már a második kiadó, amelyik felajánlotta, hogy saját számlájára, tehát nem kell egy fillért sem adni, szeretnék kihozni két válogatott könyvemet. Nincs annál nagyobb öröm, mint amikor kiadók keresnek, hogy szeretnék kiadni. Ennél talán az a nagyobb öröm számomra is dicsőség, hogy az első könyvemet, amikor egy könyv Bulgáriában 5-6 leva, 120 leváért árulják az antikváriumban. Az Emerton díjas énekes zeneszerző, két aranylemez tulajdonosa, több sláger előadója és szerzője, Majsai Gábor nyitotta meg az Esti Zene Tér Térzene sorozat idei programsorozatát július 2-án szombaton 18 órakor. Ezúttal az égiek is kegyesek voltak, igazi nyáresti hangulat volt a téren. Majsai Gábor kiváló zenésztársai mellett meglepetésként két csinos táncos lányt is hozott magával. Nem is kellett több a közönségnek, a remek számokat hallva többen is táncra perdültek a téren. A zenész a 6. kerületben született és jelenleg is itt él. Ezúttal másfél órás koncertet adott a Hunyadi téren 6 tagú zenekarával. A dalok között szerepelt híres dala az Öreg járgány szivatóval indul, az Üvegtrigis trilógia első részének filmzenéje, és természetesen Tom Jones dalok, swing, boogie és még számos meglepetés. Nemrégiben még itt a Hunyadi téren a fiaddal csináltuk az interjút, a Tóth Aladár Zeneiskola koncertjén, most pedig te vagy. Egy évvel ezelőtt elmaradt, elmosott minket az eső, most megígéred, hogy nem fog elmaradni? Hát a 100%, mert látod, hogy befűtöttem direkt, hogy ne bízzam másra a dolgokat, mert tényleg a múltkori 5 számot játszottunk, és ez bennünk maradt egy csomó dal, úgyhogy haza kellett menni, és ott még eljátszottuk a többi számot, de inkább megosztottuk volna a közönséggel, és szomorúak voltunk, de most eljátsszuk az összes dalt, amit felírtam. Nem mehetünk el szó nélkül Terézváros mellett, hiszen ősgyökeres terézvárosi vagy. Mit jelent számodra ez a kerület? Hát itt születtem, úgyhogy ez úgy kezdődött, és itt éltem 22 évet, és egy rövid időre eltávoztam innen, de nem bírtam ki máshol, úgyhogy visszajöttem ismét Terézvárosba, és már megint itt élek egy pár éve. Már 20 éve. úgyhogy én nagyon szeretem, itt sok ismerősöm van, kedves ismerősöm. A piacon nagyon sok embert ismerek, a boltokban, és általában megállunk, egy-két szót beszélünk, aztán úgy megyünk tovább. Egy jó hangulatú kerület, úgyhogy én nem igen költözök már el máshova, úgy gondolom. Mit hoztál nekünk? Hát színes lesz a műsor, nagyon reménykedek, hogy mindenkinek tetszeni fog. A gerincét a saját számaim és a saját lemezeimről való dalok telítik meg, és lesz egy-kettő Tom Jones, lesz egy-kettő Frank Sinatra, színes lesz. Lesz filmzene, amit én énekeltem fel, szóval nagyon színes műsor lesz, és hát hozzá kell tennem, hogy a kitűnő zenészek mellett, akik tényleg a ország krémje, még lesz két táncos lány is. Nézd a cápa, hogyan gyilkol, a csíkos teste, a tiszta még, de micska maxi, kesztyűt láthatsz, és a kesztyű, hófehér.
és a stranden, a múlt vasárnap, kint feküdt egy friss tetem, hogy a szomszéd utca sarkon, Maxi ott áll, hát Istenem. Régi ismerősökkel találkozunk itt a 6. kerületben. Zuglóba jöttetek, és majsai fán vagytok. Nagyon szeretjük a zenéjét, a szöveget, a szövegtartalmát, és kísérjük őt, hogyha tudunk, van időnk, módunk rá, ahova ő megy, mert szeretjük az ő természetességét, lezserségét, és a kedves hangját, és a vidám mosolyát, nagyon. Úgyhogy azért vagyunk itt is, és pont itt Pesten most ez így tökéletesen, és mindig jövünk, igyekszünk. Terézvárosi Hunyadi tér már emblematikus tér lett itt a lakosság körében, és más kerületekben is, hiszen ma is számos olyan vendég érkezett, aki nem kerületi lakos. Miket láthatnak még most az elkövetkezendőkben a kedves nézők? Hát igen, nagyon örülünk, hogy ilyen sokan eljöttek ma este is. 6. kerületi lakosok, illetve 7. kerületből is most már sokan járnak át ide koncertekre. A jövő héten igazi kuriózumként Gáspár Laci fog fellépni, 1 órás koncertet fog itt adni 6 órakor. Az utáni héten pedig Pozsó József Mahó Andrával egy kis operettet és musicalt fog majd ide varázsolni a térre, a zenepavilonba. Majd egy zeneakadémián tanuló jazz formáció fog fellépni, és hát szerintem mindenki nézze majd a tévét, keresse a Facebook oldalunkat, a Térzene Zenetér Facebook oldalát, és az újságban is kaphatnak hírt arról, hogy kik lesznek a következő fellépők itt a zenepavilonnál. Félteni nincs mit, baby, rossz pénz sose vészel. Azt mondta, fogj el, adj el, verj el, pazarulj el. Azt mondta, mindegy, baby, rossz pénz. Kellemes szombatesti programon vagyunk túl itt a Hunyadi téren, Majsai Gábor koncertjént láthatták. Fantasztikus volt, és úgy elrepült ez a közel másfél óra, nagyon jól éreztük magunkat, azt hiszem, hogy mindannyian nevébe beszélhetünk, mert annyira élvezte itt a közönség itt a Hunyadi téren, nem csak én, és nagyon különböző korosztályok is voltak jelen itt a Hunyadi téren, és tényleg ez a nyitánya talán, ez a majsai féle előadás, ez méltó nyitánya ennek a Hunyadi téri 6 órakor kezdő, minden szombat 6 órakor kezdődő esten. Nagyon szépen köszönjük ezt a műsort a Terézvárosi Önkormányzatnak, és jó lenne, ha mindig ilyen lenne. Évről évre jobb, mert már többször voltunk, és mindig nagyon jól éreztük magunkat. Túl vagyunk a ma esti koncerten, hogy érezted magad? Nagyon jól éreztem, egy kicsit ki is döglöttem, mert ebben a melegben is, hát azért mégis másfél órát játszottunk, nagyon klassz volt, jó volt a közönség, a zenekar, a táncos lányok, mindenki. Jó volt. Te is, úgyhogy nagy baj nem lehetett. Kedves nézők, megköszönöm megtisztelő figyelmüket, Terézváros elmúlt heti eseményeinek összefoglalóját látták. Hívjanak bennünket, írjanak nekünk a képernyőn látható elérhetőségeken. Találkozunk a szokott időben egy hét múlva ismét, addig is minden jót, a viszontlátásra! Köszöntöm a Terézvárosi magazin nézőit. Önök a Terézvárosi kék híreket látják. Vágner Zsófia, rendőrhadnagy vagyok. A budapesti rendőrfőkapitányság 6. kerületi rendőrkapitánysága lopásvétség gyanúja miatt indított eljárást ismeretlen tettes ellen.
2016. május 21-én 13 óra körüli időben ismeretlen elkövető a Budapest 6. kerület Vörösmarty utcában a sértett táskájából kikapta annak pénztárcáját a benne lévő készpénzzel, ékszerekkel, személyes iratokkal és elszaladt. A budapesti rendőrfőkapitányság 6. kerületi rendőrkapitánysága kéri, hogy aki a képen szereplő férfi személyazonosságával és tartózkodási helyével kapcsolatban információval rendelkezik, hívja a 061-461-8141-es telefonszámot, illetve névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést az ingyenesen hívható 0680-555-111 telefontanú zöld számán. A 107 vagy a 112-es központi segélyhívó telefonszámok valamelyikén, vagy írjon a 06rk@budapest.police.hu e-mail címre. A budapesti rendőrfőkapitányság 6. kerületi rendőrkapitánysága lopás büntet miatt indított eljárást ismeretlen tettes ellen. A Budapest 6. kerület Terész körúti egyik pénzváltó iroda feljelentést tett ismeretlen tettes ellen, aki a rendelkezésre álló adatok szerint 2016. május 20-ai napon 12 óra körüli időpontban a pénzváltóban hamis útlevéllel kísérelt meg pénzt felvenni. A pénztáros az ellenőrzés során megállapította, hogy a részére bemutatott útlevél hamisítvány. A budapesti rendőrfőkapitányság 6. kerületi rendőrkapitánysága kéri, hogy aki a képen szereplő férfi személyazonosságával és tartózkodási helyével kapcsolatban információval rendelkezik, hívja 061-461-8141-es telefonszámot, illetve névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést az ingyenesen hívható 0680-555-111 telefontanú zöld számán. A 107 vagy a 112-es központi segélyhívó telefonszámok valamelyikén, vagy írjon a 06rk@budapest.police.hu e-mail címre. A budapesti rendőrfőkapitányság 6. kerületi rendőrkapitánysága lopás büntet miatt indított eljárást ismeretlen tettes ellen. A sértett feljelentést tett ismeretlen tettes ellen, aki 2016. június 11-i napon 15 óra körüli időben a Budapest 6. kerület Vörösmarty utcában lévő vallási intézmény épületeiből eltulajdonította a feljelentő tulajdonát képező Samsung típusú laptopot. A budapesti rendőrfőkapitányság 6. kerületi rendőrkapitánysága kéri, hogy aki a képen szereplő személyek személyazonosságával és tartózkodási helyével kapcsolatban információval rendelkezik, hívja 061-461-8141-es telefonszámot, illetve névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést az ingyenesen hívható 0680-555-111 telefontanú zöld számán, a 107 vagy a 112-es központi segélyhívó telefonszámok valamelyikén, vagy írjon a 06rk@budapest.police.hu e-mail címre. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, egy hét múlva ismét találkozunk, viszontlátásra! Köszöntöm nézőinket, önök az önkormányzati perceit látják a Terézvárosi magazinnak. Kecskés Andrea lesz az első vendégem, aki az új vezetője a Terézérónak, utána pedig Matokanovic Lidiával, a környezetvédelmi és civil kapcsolatok tanácsnokával találkozhatnak, valamint Árvai Balázssal, a Szinyei Mersepál gimnázium igazgató helyettesével. Környezetvédelmi kirándulásra vitték a környezetvédelemmel foglalkozó pedagógusokat. Kellemes, hasznos időtöltést kívánok! Új vezetőt kapott a Terézvárosi Értelmi Fogyatékosok Napközés Otthona, a Terézénó. Hosszú éveken keresztül megszokhatták a lakosok is, és a gondozottak is, Matyasovszki Zsófiát, aki nyugdíjba ment az elmúlt időszakban. Várakozással néztünk a pályázatok elé, ki is kerül a Terézénó élére. Hát szeretettel köszöntöm most az új vezetőasszonyt, Kecskés Andreát. Köszönöm szépen. Nos, Andrea, hát végignéztem az életrajzot, és egy elég érdekes személyiséggel találkoztam. A tanulmányaiból és azokból az írásokból, amelyeket publikált, nagyon sok mindent leszűrtem. Tulajdonképpen az első az, hogy egy állandó önképzésre, magát önképzésre késztető emberről van szó, a másik az, hogy gyakorlatilag hihetetlen szociális érzékenységgel rendelkezik.
viszont nem arról a területről jött, ami kimondottan az értelmi fogyatékosokról szól, hanem az idősek korából. Mégis miért gondolta azt, hogy az értelmi fogyatékosok napköri osztanában megtalálná a hangot, a szót az ottani gondozottakkal? Az elmúlt 16 évben, attól függetlenül, hogy én egy idősek otthonába dolgoztam, a munkaköröm az sokkal szélesebb területtel került kapcsolatba. Annó, amikor 1999-ben a Pesti úti idősek otthonába kerültem, ami a Fővárosi Önkormányzat módszertani idősek otthona, akkor az én munkám a módszertani osztálynak a tevékenységével függött össze, először szakértőként és később osztályvezetőként ténykedtem, és ennek a módszertani osztálynak az volt a feladata, hogy Budapest területén valamennyi szociális intézmény működését figyelje, ellenőrizze, szakmailag segítse, továbbképzéseket szervezzen, konferenciákat szervezzen, tehát valamennyi intézmény típus munkáját segítse. Megállítom egy pillanatra, mert ez egy nagyon érdekes dolog, hogy az embereknek furcsa és téves elképzelései vannak a szociális ellátórendszerről, és egyáltalán ezekről az intézményekről. De ha már itt van egy szakember, akinek volt rálátása Budapest összes ilyen szociális intézményére, akkor mondja nekünk, hogy hányféle intézmény működik? Nagyon széles a paletta, akár a fenntartókat nézzük, akár az intézménytípusokat. Talán egyszerűbb, hogyha a fenntartókkal kezdem, vannak állami feladatok, amiket az állam lát el, általában az önkormányzatokkal közös feladatok, mondjuk a hajléktalan ellátás. Aztán vannak egyházi és civil fenntartók, akik szinte valamennyi intézménytípusban fenntartóként megjelennek. És hogyha a gondozottak részéről nézzük? Ha a gondozottak részéről nézzük, akkor vannak alapszolgáltatások, amit mondjuk itt a kerületben a szociális szolgáltatóközponton átérünk el, főleg mondjuk az étkeztetés, az idősek klubja tevékenységét tudnám megemlíteni. Aztán vannak átmeneti intézmények, ami azt jelenti, hogy határozott időre veszik igénybe a szolgáltatást. Ilyenek az anyaotthonok például? Igen, vagy mondjuk egy gondozóház, ahova jogszabály megmondja, hogy mennyi időre lehet beköltözni, illetve mennyi ideig lehet még egyszer hosszabbítani ezt az igénybevételt, és utána ki kell költözni, és aztán vannak a tartós bentlakásos intézmények, mint mondjuk egy idősek otthona, vagy az értelmi fogyatékosoknak jelenleg még működő tartós bentlakásos otthonai, amik élethosszig tartó gondoskodást nyújtanak. Hogyha számszerűsíteni lehetne ilyen tolig, akkor mennyi a mondjuk tartós bentlakással élő értelmi fogyatékosoknak a száma Budapesten. Van erről valami statisztika? Az az érdekes, hogy tartós bentlakásos intézmény fogyatékosok számára nincsen Budapesten. Ezek az intézmények általában vidéken, kis településeken működnek. Hát akkor itt volt a statisztika gyorsan. Igen, anno az volt ugye a szemléletmód, hogy mind a pszichiátriai betegeket, mind a fogyatékos személyeket picit úgy dugjuk el a szem elől. Igen. Talán pszichiátriai területen van egy tartós bentlakásos intézmény a 18. kerületben, de fogyatékos intézmény vidéken működik. Érdekes ez az eldugjuk, hogy ne lássák, ne vegyék észre. Talán változik ez a szemlélet, hiszen ezek az emberek köztünk élnek. Abszolút. Hogyha én nekem az jutott az eszembe, amikor Hollandiában jártam először 88-ban, és meg voltam döbbenve, hogy mennyi kerekes, székes és különböző járművekkel közlekedő ember volt az utcán, és azt gondoltam magam, hogy úristen, Magyarországon nincsenek is beteg emberek, és csak akkor rájöttem, hogy nincsenek tolószékek, vagy nincsenek olyan eszközök, amivel ki tudnak menni a négy fal közül. Tehát gyakorlatilag ezt lehetett tapasztalni. Nagyon sokat segítettek a 90-es években megalkotott jogszabályok, a szociális törvény, a fogyatékosügyi törvény, mind-mind rendezte ezeket a kérdéseket, és úgy érzem, hogy a szociális ellátási rendszer is nagyon nagy erőfeszítéseket tett azért, hogy minden szinten méltó ellátásokat tudjon kínálni a
az érdeklődők számára. Egy picit visszatérünk a 17. kerületben az idősügyi ellátásra, mert ott azért az idősek leképeznek egy társadalmat, mert mindenféle fajta emberrel lehet találkozni. Általában kik azok, akik rászorulnak arra, és majd rá fognak jönni a kedves nézők, hogy miért kapcsolom én össze ezt az ellátási formát az értelmi fogyatékosok ellátásával. Szóval kik azok, akik egy idős központba bemennek? Nagyon jól mondja Lilla, a rászorultság a lényeg. Magyarországon rászorultsági elv alapján lehet mondjuk egy tartós bentlakásos intézményt igénybe venni. Ez lehet akár egészségügyi probléma, de akár szociális probléma is. Pontosan jogszabályok körül írják, hogy kik azok, akik bizonyos szolgáltatást igényelhetnek, és utánuk az állam természetesen támogatást is nyújt az intézményeknek. Az egészségügyi ellátásba tartozik bele mondjuk azoknak a betegeknek az ellátása, akik mondjuk Alzheimer-kórusak vagy demensek? Nem, azokat a szociális terület tudta felvállalni. Az Alzheimer az egy határterület. Azt tudom mondani, hogy demens részlegek az idősek otthonaiban, illetve a nappali ellátásban is vannak demens klubok. Az Alzheimer betegek nagy része is aztán ezekben a demens részlegekben kerül ellátásra. Iszonyú nagy társadalmi probléma, nagyon nagy megoldásra váró feladat, nagyon nagy számú érintett idős ember van. És akkor itt jön a párhuzam, hogy tulajdonképpen a demenseknek az ellátása és az Alzheimereseknek az ellátása, az valamilyen úton-módon, mintha párhuzamos lenne az enyhén értelmi fogyatékosoknak az életével, akik nem kell, hogy intézményben legyenek, de a nappali ellátásukat meg kell oldani. Igen, sajnos a szellemi hanyatlás egy lefelé nivelláló folyamat, folyamatos romlás van, és a végén sajnos, tehát a demens betegeknél is enyhe, középsúlyos és súlyos fokozatot lehet megállapítani, tehát a vége az olyan, mint a súlyos értelmi fogyatékosság, hogy a szellemi képességek teljesen hanyatlanak, és a mentális képességek is, ezért ez egy nagyon nagy új kihívás az idősellátás területén. De emellett nem csak szellemileg hanyatló idősek, hanem mozgásukba korlátozott idősek is nagyon nagy számban élnek az intézményekben, szintén külön részlegeket alakítanak ki a kerekesztékek és az egyéb segédeszközök miatt. És hát sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy nem egy homogén lakóközösségre kell gondolni, hanem megjelennek a pszichiátriai betegek, sőt nagyon nagy számban a hajléktalan személyek is, hiszen az ő gondozásuk a hajléktalan ellátásból az afelé mutat, hogy fogadják be az idős otthonok őket, főleg amikor elérik azt a kort, hogy már rokkant nyugdíjasok vagy nyugdíjasok, és kérhetik a felvételüket. Tehát ez egy nagyon összetett intézménytípus, egy vegyes halmaz, nagyon sok kihívást rejt magába. Hogyan értesült arról, hogy itt az értelmi fogyatékosok napközi otthona vezetői állása megüresedik, és miért gondolta azt, hogy ez egy olyan terület lett, ahol a képességeit, a szaktudását, ami mérhetetlenül széles skála, legalábbis az életrajzból én, meg a tanulmányokból ezt mondtam le, ezt kamatoztatni tudja? Zsófia munkásságát, Matyasovszki Zsófia munkásságát messziről én nyomon követtem, egyrészt mint kerületi lakos. Ez egy picit felszínesen, de tisztában voltam vele és a tevékenységével. Másrésztről az értelmi fogyatékosok nappali ellátása is ugye a látószögünkben volt, és Zsófiával személyesen is szakmai továbbképzéseken, konferenciákon, szakmai műhelyeken találkozhattam. És ezért elején éppen megfogalmazódott bennem az az igény, hogy talán 16-17 esztendő után egészséges lenne változtatnom, és valahogy így a kellemes és a hasznos összejött. Tulajdonképpen egészen más típusú kihívás, mert ahogy említette, az időseknél egy hanyatló állapot van, itt azért az életkori skála igen széles, egészen fiatalok is vannak, és azt gondolom, hogy azok az ellátottak, akik ott vannak, hiszen többször jártam már én is ott, nyitottak, kedvesek, fejleszthetőnek találom őket, sőt dolgozni tudnak, kiállításokat készítenek, tehát ez egy rugalmas anyag, amivel dolgozni lehet. Így van, pont ez a lényeg, hogy viszonylag ez egy pozitív dolog, itt
Az időseknél ott nagyon nehéz volt időnként elbúcsúzni, elengedni őket, itt viszont építkezni lehet, tehát úgymond van perspektíva ebben. Nagyon örülnék, hogyha mind a 16 gondozottunknak az életébe nagy szerepünk lehetne abban, hogy mind az életminősége, mint az önellátási foka az javuljon folyamatosan. Augusztus 1-ével kezdi el ezt a munkát, a nyár az felkészülés, mind mentális, mind gyakorlati szempontból azt gondolom, hogy fontos lesz az életében. Mennyit járt eddig bent az intézményben? Megismerkedette már az ellátottakkal? Egyáltalán mennyire nyitottak, hogyan fogadják az új belépőket? Hiszen én azt gondolom, hogy aki egy picit is sérült valamilyen szempontból, sokkal tartózkodóbb. Igen, ez egy nagyon nehéz kérdés, mert azon a héten, amikor én időpontot kaptam, hogy meglátogathassam, ugye a pályázatíráshoz feltétlenül szükséges, hogy kimenjen az ember az intézménybe, azon a héten még másik két szakember is bejelentkezett, és hát gondolom, hogy ez egy ilyen picurka intézmény életében azért ez nagy fennforgást okoz. Ezért igyekeztem a háttérben maradni, és inkább megfigyelni, valamint nagyon erősen a dokumentáció átnézésére koncentráltam, de természetesen felvettem személyesen is a kapcsolatot. Két gondozottal sikerült testközelbe, a többiek éppen, aminek én nagyon örültem, kint voltak a városban napközben, és ebédre tértek vissza. Az, hogy hogy fog sikerülni a kapcsolat felvétel igazán, az még a jövő titka, de én azt gondolom, hogy vagy elfogadják az embert, vagy nem. Tehát ez egy ilyen kétesélyes dolog, és mindent meg fogok tenni, hogy be tudjak mi hamarabb illeszkedni. Milyen itt ugye ezt láttam a tanulmányokban, hogy azért nagyon-nagyon sok felé dolgozott, tevékenykedett. Milyen olyan specialitást tud magával hozni, amely a napközi ellátásnak, akár manuális, akár olvasással, akár időtöltéssel kapcsolatos, hasznos, vagy újfajta eltöltését viszi be az életükbe? Igen, nagyon a pályázatomban nagyon sok törekvést megfogalmaztam a foglalkoztatás terén, a szabadidő eltöltése terén, de először is arra helyezném a hangsúlyt, hogy a szemléletem, amit én magammal hozok, ez a módszertani szemlélet, ez azt jelenti számomra, hogy azt szeretném, hogyha a kerület minden lakosa tudná, hogy ez az intézmény egy nyitott intézmény. Nagyon szeretnék egy korszerű honlapot létrehozni, amin egy kölcsönös kommunikáció akár meg is tudna valósulni, egy kis fórumot, ahova bárki fogyatékos vagy szociális kérdésben, ha ír egy rövid e-mailt, kérdését megfogalmazza, akkor nagyon hamar megfelelő tájékoztatást, segítséget, információt kap. Tehát először is azt szeretném, hogy élő kapcsolat legyen a kerületi lakosok, családok, és természetesen a társintézmények és az ÉNO között, és emellett pedig sorolhatnék rengeteg új terápiás módszert, meg szabadidős tevékenységet, amit leírtam, de azt gondolom, hogy nekem az a meglátásom, vagy szerintem az a lényeg, hogy először is megismerjem a 16 gondozottat, és a valós igényekhez egyenként párosítsam ezeket. De ha gondolja egy pár, szívesen de egyébként ez egy nagyon lényeges, igen, mert ahány személy, annyi módszer, annyiféle megközelítés, igen, annyi terápia, annyi kis út az ő lelkükhöz, lelki világukhoz. Igen. A csoportos megoldásokat azt kerülni kívánom, és egyéni igények szerint személyre szabottan gondolkodnék az ellátásban. A helyszínt mennyire tartja az ottani napközi otthoni helyszínt alkalmasnak az ellátásra? Mi az, amit belülről változtatni szeretne, illetve találkozott-e már a munkatársaival? Természetesen, ezúton is nagyon köszönöm a megbízott intézményvezető asszonynak, hogy ezt a nem kis feladatot ellátta. Ő az intézmény gyógypedagógusa, aki a fejlesztésért felelős, és emellett az intézményt is vezetni nem lehet egyszerű feladat. Az intézményt én egy adottságnak tekintem, tehát én tisztában voltam vele, hogy hol helyezkedik el, és hogy milyen paraméterei vannak. Ezt bekalkulálva én tudom vállalni ezt a feladatot, és én alkalmasnak is találom az arra, hogy a nappali ellátást ezen keretek között tudjuk nyújtani. Amit esetleg változtatni szeretnék, ahhoz külső helyszínekben gondolkodom, mert ugye falakat nem tudunk kitolni, plusz helyiséget nem tudunk építeni, viszont
amikor kimentem, ami megmaradt bennem, hogy ez az intézmény egy ékszerdoboz, egy patyolat tiszta, egy csodálatos környezetet kínáló intézmény, és azt gondolom, hogy szép környezetben, szebben is élünk mindannyian, tehát annyira jól éreztem kint magam, Zsófi kezenyomát végig ott éreztem, hogy nekem meggyőző volt a helyszín. Azt mondta, hogy elárul azért egy-két módszert. Tudom, hogy nem lehet összehasonlítani egy értelmi fogyatékost, egy gondozottat, egy dankórost, egy hétköznapi emberrel. De itt rengeteget beszélgetünk pedagógusokkal, óvodapedagógusokkal, nehezen kezelhető emberekkel kapcsolatos témákban, és én mindig azt szoktam, tehát, hogy megoldásokat keresünk. Vannak-e olyan módszerek, amelyet akár nap mint nap a családtagok alkalmazhatnak egymással, a pedagógusok alkalmazhatnak a gyerekektől. Azt mondanánk, hogy gyógypedagógiai módszer, vagy a másfajta ellátott körből alkalmazandó módszer, na de hát miért ne próbáljuk meg mi is, hát ha könnyebbé tesszük a társas kapcsolatainkat. Abszolút, sokféle út, sokféle irány van. Én azt gondolom, hogy nagyon jók lehetnek a játékos foglalkozások. Ezt akár a mozgás terápia vonalán, ha végig gondoljuk, egy hatalmas örömforrás minden korosztálynak, és egy hatalmas sikerélményt jelent egy-egy olyan mozgásos játék, ami szóba jöhet az adott, akár gyermek, akár időskorú, akár fogyatékos személy esetében. Nagyon jó tapasztalataim vannak a bocsa játékkal, az egy golyós játék, egy ügyességi játék, de akár kerekesszékből is tökéletesen el lehet végezni, és nagyon jótékony hatása van, és fantasztikus élményt jelent, bajnokságokat lehet rendezni, akár teremben is, nem feltétlenül a szabadban. Ezen kívül én a táncterápiában nagyon hiszek, az intézmény nagy erőssége, ahogy az anyagokban láttam, a zeneterápia, és azt én feltétlen mozgás és táncterápiával szeretném kiegészíteni. Ezt sem úgy kell elképzelni, hogy nagyon jó mozgású emberek a zenére mozognak, hanem akár kerekesszékesek is tudnak táncolni egy kendő segítségével akár. Tehát megvannak ehhez a módszerek, és számtalan lehetőség áll rendelkezésre. Csak egyszerűen nyitottnak kell lennünk. Így van. És bátorítani kell az embereket. Egyébként mondjuk egy értelmi fogyatékost, azt most megint csak lehet, hogy rossz a párhuzam, de az óvodában szokták azt mondani, hogy nincsenek kötelező foglalkozások az elmúlt időszakban, hanem úgynevezetten megkínálják a lehetőséggel a gyerekeket, és aki akar, részt vesz benne. Ugyanez van az időseknél is, illetve az értelmi fogyatékosoknál? Tehát nem azt mondjuk, hogy na gyerekek, vagy felnőttek, nem tudom, én ugye pedagógus voltam, tehát azt mondom, hogy na gyerekek, menjünk, aztán ebből, tehát hogy egyszerűen azt mondjuk, hogy gyertek, menjünk ki a szabadba, vagy egyszerűen nem tudom, tehát hogy működik ez? Az idősek otthonában minden önkéntes alapon van, minden program vagy tevékenység, ott csak felkínáljuk az időseknek a programot, és ők eldöntik, hogy mibe szeretnének részt venni. Úgy gondolom, hogy egy értelmi fogyatékosok napközi otthonában nem ez a helyes út, hanem ott nagyon szigorú napi renddel kell rendelkeznünk, napi, heti, havi foglalkoztatási tervekkel, és egy szoros napi renddel az a leghatékonyabb az ő igényeik szerint. Tehát akkor pont az ellentétes módszer. Ezt nagyon örülök, hogy megosztotta velünk, mert én azt gondoltam, hogy ott is az van, hogy hát ha kedve van hozzá csinálni. Van ebbe egy tematika. Ezek a szabadabb részek, ezek a délután folyamán vannak. Tehát a délelőtt a gyógypedagógussal a fejlesztésé és az egyéb ilyen célzott tevékenységeké, viszont ebéd után, délután ott már úgy gondolom, hogy lehet úgy a szabadidőt szervezni, hogy ott akár egy manuális tevékenységnél többféle dologgal foglalkozhatunk, és mindenki kedve szerint kapcsolódhat be. Tehát mind a kettőt kell ötvözni, attól függ, hogy milyen tevékenységről van szó. Köszönöm szépen, hogy megosztotta mindezt velünk. Nagyon jó munkát kívánok. Köszönöm önnek, érezze szépen ott magát Terézvárosban. Ahogy értelmeztem, itt is lakik. Igen, igen. Gyakorlatilag akkor haza fog járni a munkahelyére is. Legyen sikerélménye, sok nagyon és ereje a munkához. Köszönöm szépen. Köszöntöm mindazon kedves nézőinket, akik most kapcsolódnak adásunkba. Önök a Terézvárosi magazint látják.
A nyár nagyon sok mindenre ad lehetőséget, egy ilyen témáról fogunk most beszélgetni, hiszen az önkormányzat szervezésében egy olyan kiránduláson vehettek részt a környezetvédelemmel foglalkozó pedagógusok, amely azt hiszem, hogy rengeteg tanúsággal és élménnyel szolgált. A témában a vendégeim Matokanovics Lídia, szeretettel köszöntöm, képviselőasszonyt, aki a környezetvédelmi és civil kapcsolatok tanácsnoka itt a kerületben, és itt van velünk Árvai Balázs, igazgató helyettes úr, a Szinyei Mersepál gimnáziumból. Nos, hát lehetne úgy is mondani, hogy ez egy tanulmányi kirándulás, mert tényleg az volt, csak borzasztóan élménygazdag. Miért van szükség arra, hogy azok a tanárok, pedagógusok, akik a környezettudatos nevelést célkitűzésként a pedagógiájuk élére állítják, azok minden évben új információkhoz jussanak? Először is azért van rá szükség, mert maga a terület, tehát a környezetvédelem területe is fejlődik, azon kívül pedig egy pedagógusnak nincs arra lehetősége feltétlenül, hogy mindenhova eljusson, mindent megismerjen, személyesen megtapasztaljon, amiről olvas, amiről tájékozódik a különböző fórumokon. Itt viszont igyekszünk bemutatni és annyira elérhetővé tenni, hogy Magyarország területén megismerhessék, a továbbiakban pedig a gyerekeknek is bemutathassák, akár az órái keretein belül, akár pedig egy osztálykiránduláson, vagy bármi egyéb módon. A mostani kirándulás tulajdonképpen az Őrség és annak környéke, Őrség Göcse és környékét járta körül. Én emlékszem, hogy annak idején, amikor vándortáborokat szerveztünk, mindig az Őrség volt az egyik legvonzóbb vándortábori helyszín, és az ilyen tanárok mindig arra szerettek volna menni, hogy az Őrségbe elvigyenek egy-egy gyerekcsoportot. Mitől olyan csodálatos ez a környék? A szervezésben nagyon fontos szempont volt, hogy tényleg olyan helyeket keressünk fel, ahol tudunk adni valamit a kollégáknak a környezeti neveléshez. Ezért próbáltunk változatos vidéket keresni. Én azt gondolom, hogy az Őrség az erre egy nagyon jó példa. Tehát ugyanúgy a természeti látványosságok, mint a kulturális lehetőségek, látványosságok megvannak. Hogyan történt a szervezése az egész kirándulásnak? Már a tavalyi terepgyakorlaton, mert ez minden évben szoktunk egy ilyen terepgyakorlatot tartani, a tavalyi terepgyakorlaton több részről is megfogalmazódott az igény arra, hogy hát az Őrségbe milyen jó lenne elmenni, és hát magam is támogattam ezt, mivel tudom, hogy csodálatos vidék, illetve hát a változatosságára utal az is, hogy például biciklitúrákat szoktak ott tartani, és csillagtúrát csinálnak, tehát egy helyen megszállnak, és több felé mennek különböző napokon. Ezért én magam is támogattam. Balázzsal, aki a szervezője volt tavaly is ennek a csodálatos terepgyakorlatnak, illetve az idejének is, megbeszéltük, és ő is azt mondta, hogy remek ötlet, és hát nekiálltunk a szervezésnek, illetve főleg Balázs, átnéztük, átbeszéltük a dolgokat többször is, és hát így alakult ki ez a terepgyakorlat. Látják a kedves nézők is a helyszínekről készült csodálatos képeket, felvételeket, és én is itt egy picit puskázom, ugye, mert nagyon-nagyon sok települést érintettetek, vagy érintettek a kollégák. Például itt ugye a tanúhegyeinket mindig, amikor az autópályáról megyünk, akkor látjuk a Ság, Somlyót, Badacsonyt, de tulajdonképpen nagyon ritkán kerülünk ezeknek a hegyeknek a közelébe. Tényleg annyira vadregényes, és annyi látnivaló van ott? Miért hagyjuk ki? Tehát szempont volt az is, pont ezért, mert sokan kihagyják ezeket a helyeket, hogy olyat is próbáljunk megnézni, amelyhez esetleg ritkán jutnak el a kollégák. És szempont volt az is, hogy olyan helyeket találjunk, ahol esetleg később gyerekekkel térnek vissza, és a környezetnevelést mindenképpen még hangsúlyosabbá tudjuk tenni a programban. Az első ilyen helyszín például a Celldömölk mellett ugye a Sághegy, ahol egy nagyon szép kiállítás épült az elmúlt években, ugye ez a Kemenes Vulkánpark, ahol a vulkánok működéséről interaktív tevékenység keretében tudunk tájékozódni, majd pedig utána a Sághegyen tettünk egy rövid kirándulást, és azt gondolom, hogy ez mindenképpen egy nagyon jó kezdet volt a terepgyakorlaton. Egyébként az, hogy interaktív, ezt ugye gyerekeknél szoktuk mondani, egészen más, amikor a pedagógusok is megízlelhetik, illetve részt vehetnek mindazokban a programokban, amelyre egy esetleg tényleg a gyerekeket viszik el, és a gyerekekkel csináltatják végig. Gondolom, nem nagyon kellett kapacitálni a pedagógusokat, hogy mindent kipróbáljanak és megcsinálják.
Nagyon szívesen tették, én úgy vettem észre, a kiállításon végig érdeklődve hallgatták a vezetést, és ezek után kipróbálták ezeket az eszközöket, amelyekkel nyilván ők is megtapasztalhatták, hogy tényleg egy élményszerű lehetőség nyílik arra, hogy megismerjék a környező tájnak a jellemzőit. Tulajdonképpen hogyan történt meg a tanároknak a kiválasztása? Kik jöhettek el erre a terepgyakorlatra? Mely szaktárgyakhoz, mely kutatómunkákhoz vagy tanítási csoportokhoz kapcsolódtak? Nem szaktárgyakhoz kötöttük, hiszen minden intézményben más pedagógus az, aki a gyermekek környezeti nevelésével foglalkozik, hanem azt kértük az intézményvezetőktől, hogy a környezeti neveléssel foglalkozó pedagógusoknak szóljanak elsősorban. Így lehetett jelentkezni, és hát van olyan, ahol tornatanár az, aki ezzel foglalkozik, van, ahol ugye környezetismerettanár, van, ahol földrajz szakos tanár, tehát mindenhol más, illetve ez a kirándulás az óvodapedagógusainknak is szólt, és hát onnan is szerencsére örömmel jöttek az óvónénik, aminek azért is nagyon örülök, mert ugye az összes óvodánk zöld óvoda. Tehát jó látni, amikor azt látom, hogy megkapták a zöld óvoda címet, de nem állnak ott meg, hanem fejlesztik tovább a tudásukat. Például Nagy Páliban, az Ökofaluban én azt gondolom, hogy olyan információkhoz is jutottak bőven, amit akár már az óvodás gyerekeknek is el lehet kezdeni továbbadni. Épp a minap azon gondolkodtam, hogy a Riz Andreással készítettem egy interjút, és ő mondta, hogy a Teszvesz várost fordította, és hát próbált olyan nyelvezettel megközelíteni a témát, ami angolul egyébként egy nagyon száraz ismeretanyagot nyújt, hogy egy picit vidám legyen, jó pofa legyen a szülőknek is, és azt gondoltam magam, hogy egy csoda vigyelve végig kéne újra olvasni. Ugyanúgy eszembe jutott az, hogy a földrajzkönyveket is végig kéne újra olvasnom, vagy a környezeti könyveket, hogy mennyit változott, mondjuk én nem tanítok közel 20 éve, hogy mennyit változott a tananyag, mennyit változott a világunk az alatt, az idő alatt, amíg fölnőttünk, és hát nem ezzel a témával foglalkozunk. Tehát ezért nagyon jó, hogy az óvoda pedagógustól kezdve egészen a középiskolás tanárokig egy egységes szerkezetben lehet látni, hogy mi a követendő példa. Tényleg annyit változott a világ és a környezeti nevelés, vagy a környezeti neveléshez való életünk? Igen, én azt gondolom, hogy nagyon sokat változott, méghozzá pozitív irányban, illetve az embernek a szemlélete is más. Tehát én azt látom magamon, hogy mondjuk 15 évvel ezelőtt teljesen másképp álltam a környezetvédelemhez is, bár már akkor is fontosnak tartottam, mert nekem már a nagyszüleim is környezetvédők voltak, pedig akkor ez ugye még nem volt Magyarországon, nem hogy felkapott téma, de gyakorlatilag szó nem volt ilyesmiről. Tehát én otthon is megkaptam erre a felkészítést. Ennek ellenére 15 évvel ezelőtt még teljesen másképp álltam hozzá, mint most, és ugyanazt a tananyagot most más szemmel olvasom, mint akkor, amikor mondjuk tanultam. Egyébként ez mennyire érdekes, hogy a környezetvédelemhez az emberek furcsán állnak. Tehát amikor csak az alapvetőt, a szelektív hulladékgyűjtést vesszük, akkor jó lesz, az beledobom abba. Tehát még mindig bennünk van ez a fajta szemlélet, holott már 20 évvel ezelőtt a kabaré arról szólt, hogy külön van a papírnak, külön a műanyagnak, külön a Wiener-schnitzelnek, mondjuk az osztrákoknál. Tehát ők már akkor is annyira fontosnak tartották, hogy óvják ebből a szempontból is a környezetüket, és akkor eszembe jutnak az első zöldek, hogy amikor ugye a bős-nagymarosi gátakról beszéltünk, és annak az egész gátrendszernek a megépítéséről, hogy akkor ugye a Dunakör hogy dolgozott, tehát hogy hány változáson ment végig a környezet tudatosság egyébként a mi fejünkbe. Hogyan látják most ezt a gyakorlatban a pedagógusok? Én azt gondolom, hogy manapság nagyon fontos a környezetneveléssel foglalkozni, és a környezetvédelemmel. Ja, csak arra gondolunk, hogy naponta a híradásokban hány olyan hír hangzik el, ami ezzel összefüggésben történik, akár csak a globális felmelegedésre gondolunk, az ebből következő szélsőséges időjárásra, amit mindannyian megtapasztalunk, akár a hétköznapokban is egy-egy vihar kapcsán, ami azért úgy gondolom, hogy néhány évvel, évtizeddel ezelőtt nem volt ennyire szembetűnő. És én azt gondolom, hogy a jövő generációt fel kell készíteni arra, hogy ezek a változások, ezek itt vannak, folyamatosan lesznek, és ehhez kell nekünk valahogy alkalmazkodni, illetve meg kell próbálni csökkenteni ezeket a problémákat. Tehát nagyon fontos, hogy átfogó környezetnevelést tudjunk a jövő generációja felé közvetíteni. Most hirtelen eszembe jutott, és mindjárt rátérünk a különböző helyszínekre, csak hogy azok a katasztrófafilmek, amiket láttunk, gyakorlatilag a legszörnyűbb az, hogy egy idő után mindegyik megtörténik. Tehát nem lehet annyira
csekély a fantáziánk, amit nem csináltak már meg, csak most a pokoli toronnyal kezdem, mert ez volt az első, és gyakorlatilag leképezte már akkor a szeptember 11-i merényletnek az összes borzalmát. Szóval nagyon-nagyon oda kell figyelni mindenre, mert minden előfordulhatna. Akkor nézzük meg, hogy azokon a kirándulási helyszíneken, ahol jártak a pedagógusok, mit hogyan lehetett megtanulni, megtapasztalni. Én adok egy ilyen kis segédanyagot a tanár úrnak, és akkor nézzük végig tényleg, hogy melyik helyszínek, és akár lehet felváltva, és hogy melyik helyszínek mi volt az érdekessége. Én azt gondolom rögtön az elején, hogy a Sághegyre gondolunk. A Sághegyen ugye egy nagyon fontos szőlőtermesztési kultúra van. Az, hogy ott ezt hogyan csinálják úgy, hogy a környezetet is óvják közben, erre rögtön egy lehetőséget adott az ott tartott kirándulás. Aztán, ha későbbiekben nézzük, akkor Szentgyörgyvölgyön például egy fazekas műhelyt látogattunk meg. Ugye ez nagyon jellemző az őrségben a fazekasoknak, a fazekas művességnek a kultúrája, és ez a fazekas műhelyet, hogyha megnézzük, akkor ott is azt tapasztaltuk, és nyilvánvaló Csótér Rezső fazekas mester előadásában is hallhattuk, hogy ők minden anyagot, amit például kitermeltek a környezetükből, az csak annyi volt, amennyit felhasználtak. Tehát mindenképpen gondoltak arra, hogy a későbbiekre is maradjon például agyag a megfelelő edények elkészítéséhez. Ez megint egy olyan jellemző dolog, amit ugyan tudunk, de nyilván így első kézből hallani, ez egy nagyon fontos és nagyon jó dolog volt. Vagy Szalafön Pityerszeren, ahol megnéztünk egy skanzent, ugye az őrségben egy népi műemlék együttest, emellett megfigyelhettük egy hagyományos módon működő tökmag olajütő szerkezetnek a működését, ami ha jól tudom, az őrségben is egy-két portán fordul már csak elő. Nekünk sikerült egy ilyet megnéznünk, és ott megint csak végighallgathattuk azt, hogy az őrségi ember hogyan próbált alkalmazkodni azokhoz a tulajdonképpen viszonylag szegényes környezet adottságokhoz, amelyeket viszont a legnagyobb mértékben megpróbált kihasználni és felhasználni a saját boldogulásához, miközben tapasztaltuk, hogy tulajdonképpen talán nem is tudatosan, de mégis mindig a környezettel összhangban próbálta ezeket a lépéseket megtenni. Itt meg is állítom egy pillanatra, mert háromszor elolvastam ezt a szót, hogy napraforgó ütő, tökmagolajütő. És néztem, hogy el lett ez rontva ez a szó, vagy egyáltalán. Tehát ez a hidegen sajtolt olajoknak az ősi változatát képezheti esetleg? Tulajdonképpen igen, a tökmagolaj készül ennek a szerkezetnek a segítségével, és hát, hogy környezeti neveléshez kapcsolódjunk, nekem ott jutott az eszembe, amikor hallottuk, hogy most már ugye olyan tökmag van, ami héj nélküli. Tehát sokkal egyszerűbb feldolgozni, nem kell meghámozni. Régen viszont héjas tökmag volt, és összegyűlt a falu egyházban, minden este egyházban, és nekiálltak, és bontogatták a tökmagot ahhoz, hogy lehessen aztán a tökmagolajat készíteni belőle. Na most itt az összefogás, tehát környezeti neveléshez, környezetvédelemhez hogy kapcsolódik, úgy is, olyan módon is, hogy ugye ott is az összefogás mennyire fontos, az, hogy ne egy ember is nagyon sokat tud tenni, de amikor összefognak egy közösségen belül egy csoport, egy falu, egy város, mint például az Ökofaluban a teljes falu, sokkal nagyobb eredményeket lehet elérni. Hát meg az emberek mennyivel jobban össze tudtak jönni, nem volt elidegenedve egymástól egy településnek a lakossága. Igen. Ugye manapság ugye mindenki beül a tévére és a számítógépek elé, és gyakorlatilag elfelejtünk beszélgetni jókat egymással, összeülni, akár egy jó kis borocska mellett. Hogyha már itt tartunk, ugye említették itt a szőlő ültetvényt, a szőlőművelést a Sági hegyoldalban, ami elég híres egyébként, és ha jól tudom, akkor azon a környéken a Jófark szőlő az, vagy a bor, amelyik a nász éjszakák bora, amelyik a leghíresebb. Ez jutott az eszembe, szóval kis borkostolás azért belefért, ugye? Így van, belefért első nap is, illetve utolsó nap is belefért, utolsó napon pedig balatoni borokat kóstolhattunk Dél-Balatonon. Igen, akkor átmegyünk a következő helyszínre, mert ha jól tudom, pont a Sághegységen ilyen nagyon pici kis szőlők vannak, illetve ilyen családi szőlős ültetvények, ezzel szemben az Ikorborház Lellén az egyik legnagyobb, hihetetlen méreteket fölvonultató szőlészet és borászat. Hogyan fogadták a tanárok ezt a hihetetlen különbséget? Mert számomra az Ikon az egy megdöbbentő élmény volt annak idején.
Igen, egy hatalmas szőlőbirtok tartozik hozzá. Abban igazából az volt az újdonság talán sokaknak, hogy míg a Sághegyen egy nagyon pici pincét lehetett meglátogatni, alig férünk be. Tulajdonképpen addig itt az ikonborászatban egy óriási méretekkel találkoztunk, tehát hatalmas méretű tölgyfahordók, egy másik szinten az épületben hatalmas fémhordótartályok, és mindegyiknek nyilván a megfelelő módon történő használatát bemutatták nekünk. Nagyon érdekes volt hallani például, hogy dél-amerikai minta alapján készült az egész borászatnak az épülete, és tulajdonképpen a föld alatt egy nagyon-nagyon pici kis része húzódik. Tehát ez tulajdonképpen egy technológiájában mutatott valamilyen újdonságot. Hát hihetetlen fejlődés van egyébként a borászatban. Tehát, igen, például az ikonpincészetben, ahol jártunk, ott minden gépesítve volt már. Tehát nekem ez volt teljesen megdöbbentő, én ezt el sem tudtam képzelni, hogy ez már ilyen módon gépesítve van a szőlőtermesztéstől gyakorlatilag a kézborig minden. És hát csodálatos a látvány, mondjuk arról a lellei, boglári lellei területről, a szőlőhegyek oldalából, a rálátás, a kilátás a Balatonra. Magyarország legnagyobb egybefüggő szőlője van ott, ugyanáluk nem úgy van, hogy táblákban van, hanem tényleg az egész egybefüggés, nincs szétosztva különböző részekre. A testvérvárosban Lentinban volt a szállás, és oda mentek vissza minden este. Milyen volt az, hogyan kapcsolódott a két város, testvérváros pedagógus kara, egyáltalán volt-e valamilyen találkozó velük? Nem, semmilyen találkozó nem volt, mert ugye igen szigorú napirend szerint haladtunk, tehát időnk se lett volna rá. Ami viszont nagyon jó volt, hogy ugye testvérváros, és ezért igen kedvezményesen szálltunk meg, így aztán kevesebbe került az önkormányzatnak, és hát ennek köszönhetően több pedagógus tudott részt venni, mint tavaly. Egyébként a pedagógusoknak hozzá kellett járulni ehhez a tanulmányi úthoz, mert ezt nyugodtan mondhatjuk tanulmányi útnak. Igen, tehát tulajdonképpen ez a 3 napos utazás nekik 4000 forintba került fejenként. Én azt gondolom, hogy ez egy teljesen elfogadható, sőt nem, hogy elfogadható, hanem minimális összeg. És azt gondolom, hogy mindenféle szempontból nagyon sokat kaptak ettől a kirándulástól. Itt közben eszembe jutott még az energiafelhasználásra gondolunk például, akkor Lenti olyan szempontból is egy jó hely volt kiinduló pontnak, hogy onnan Szlovéniába tudtunk egy kis kitérőt tenni, és ott egy geotermikus energiával fűtött orchidea termesztő üvegházat látogattuk meg, ami megint csak nagyon nagy csodálkozást váltott ki a kollégákban, és egy nagyon jól működő és jó példa arra, hogy az energia, a megújuló energiaforrásokat hogyan lehet hasznosítani. Másrészt pedig ennek a hagyományosabb módja, hogy amikor tulajdonképpen egy szivattyús olajkutat néztünk meg, egy himbát az alai dombok között, ami szintén működik, de ugye ott egy hagyományos fosszilis energiahordozónak a felszínen hozatalával járul hozzá az energia felhasználásunkhoz. Nyilván nem mindegy, hogy melyiket használjuk manapság. Igen, mennyire érdekes, hogy a múlt és az legújabb technológiák, a jövő technológiái hogyan találkoztak egymással, vagy hogyan szembesültek egymással ez alatt, a kirándulás alatt. Említették itt Szlovéniát, ott sikerült oda is átmenni. Tulajdonképpen, amikor átmegyünk a határon, volt-e szembeötlő nagy látványbeli különbség a pedagógusok számára, vagy gyakorlatilag, ugye hát azért az nagyon sokan éven keresztül, évszázadon keresztül magyar lakta település volt. Fölfedezhető-e mégis az, hogy már egy másik országban vagyunk? Nem. Én ezen a részén még nem Szlovéniának, beljebb már valószínűleg igen, de hát ez a Dobornak ez elég közel van a határhoz, ahol egyébként nem csak orchidea termesztés folyik, hanem egy elég nagy üvegházban, tulajdonképpen egy üvegház volt, ahol trópusi növényeket termesztenek, úgyhogy ezt is vezetéssel tudtuk megtekinteni, a különböző trópusi növényeket, ami nagyon-nagyon érdekes volt. De ezek nem szabadon voltak, hanem... Nem, ezek bent az üvegházban. A kollégák számára azért is nagyon fontos, mert nekem is, mint földrajzszakosnak, régebben gondot okozott, hogy persze megtanítjuk a gyerekeknek, hogy itt kávét termesztenek, ott banánt, és a banánt még el is tudják képzelni, de például a kakaót vagy a kávét, az már néha a gyerekeknél gond, hogy pontosan hogy is néz
néz ki egy ilyen növény. És persze a pedagógus kollégák is nyilván nagyon sok ilyet láttak képeken, de így testközelből megszemlélni ezeket a trópusi növényeket, amelyek haszonnövények tulajdonképpen, és naponta tanítjuk őket, ez talán megint egy kicsit közelebb hozta őket is a tantárgyukhoz. Gondolom, hogy a tanárok nagyon sok jó ötletet kaptak ahhoz, hogy hogyan vagy hova érdemes elmenni osztálykirándulásra, elvinni egy 2-3 napra a gyermekeket. Mennyire jellemző, hogy a szülők engedik ilyen hosszabb útra csemetéiket, mennyire kívánják azt, hogy tényleg egy osztálykiránduláson új élményekkel és új tudással gazdagodjanak, és ne csak a szórakozásé legyen mondjuk egy vízparti lubickolás mellett. Én azt gondolom, hogy nagyon szeretik ezeket a kirándulásokat. Most végzett az osztályom, 12-esek voltak, minden évben 3 napos osztálykirándulást szerveztem nekik, amelyet a szülők nagyon nagy szeretettel támogattak. Nyilván megpróbáltunk olyan helyekre eljutni, amelyek nem túl drágák, nyilván az utazási költségek csökkentése érdekében próbáltunk közelebbi helyeket felkeresni, de azt gondolom, hogy mindig nagyon tartalmas programokat tudtunk szervezni. Ezt a diákok is szeretik, azt gondolom jó, hogyha ők azért napközben le vannak kötve. Nyilván este jut egy kis idő arra is, hogy a fáradt gőzt kiengedjék magukból, ez is fontos szerintem egy osztálykiránduláson, másrészt pedig a szülők is örülnek, hiszen tudják, hogy a diákok jó kezekben vannak, jó környezetben vannak, és biztos, hogy hasznukra válik egy-egy ilyen kirándulás. Biztos, hogy volt olyan kis helyiség, amelyet kihagytunk méltatlanul ebből a beszélgetésből. Mi maradt ki? Hát, én Nagy Pálit már említettem, ugye ez az ökofalu, nekem az volt a legnagyobb meglepetés. Az előbb szóba került, hogy Szlovéniában láttunk-e különbséget, ahogy átléptük a határt, ott nem, itt igen. Tehát Nagy Páli úgy nézett ki, mintha nem Magyarországon járnánk, de megkockáztatom, hogy mintha nem is Európában. Egy gyönyörű szép falu, aminek 20 éve ugyanaz a személy a polgármestere, ő kezdte el itt a különböző fejlesztéseket, támogatásokat szerzett hozzá, pályázott és nyert rengeteg pályázaton, és mára egy ökofalut csinált Nagy Páliból. Egyébként ő fogadott minket és személyesen mutatta be a falut nekünk, illetve mondta el azokat az eredményeket, amiket elérnek, mert hogy nem csak hogy arról van itt szó, hogy a megújuló energiát már olyan mértékben tudják használni, hogy gyakorlatilag önfenntartók ilyen szempontból, és nincs szükségük arra, hogy kívülről vásároljanak. Nem csak maga az önkormányzat, hanem a teljes falu lakossága is ott oldja meg a különböző energia szükségleteit, hanem olyan szempontból is óriási előny ez nekik, hogy a falunak a népessége nemhogy csökkenne, hanem nő. Olyan emberek költöznek oda, akik a faluba be tudnak fektetni, építkeznek, van egy olyan része a falunak, ahol új építésű házak láthatók kizárólag, családi házak, szép nagyok, és hát ők mind új beköltözők a faluban, tehát mondhatjuk, hogy egy keresett helyé vált, és még máshol ugye az a szokás, hogy inkább elvándorolnak az emberek, ide beköltöznek az emberek. Köszönöm szépen, hogy mindezt megosztották a kedves nézőkkel. Nosza rajta lehet a jó példát követni. A különböző területek önkormányzatai segíthetnek a pedagógusoknak abban, hogy egy kicsit szélesebb látókörrel tudjanak a következő évben tanítani. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen. Köszöntöm a kedves nézőket, Terézvárosi programajánló műsorunkat látják. A heti műsorunk vendége Domókos Zsuzsanna igazgatóasszony lesz, aki a Liszt Ferenc Emlék Múzeumból érkezik, és beszámol az eddigi év sikereiről és a jövőbeli tervekről. Tartsanak velünk, előtte a kerületi programok következnek. A héten is szeretettel vár minden érdeklődött Terézváros önkormányzata Hunyadi tére este 6 órakor. A héten Gáspár Laci fog koncertezni, mindenkit szeretettel várnak. Különleges ruhavására a G3 rendezvényközpontban július 9-én. A DIP vására tervezők kezdeményezésére és aktív közreműködésével jött létre. A színes kínálatban a fiatal magyar tervezők és alkotóművészek munkái, ékszerek, ruhák, kiegészítők, grafikák, fotók,
lakberendezési tárgyak, játékok mellett naturkozmetikumok is megtalálhatók. A közösségi szemléletű szervezés megalapozza a barátságos, közvetlen hangulatot. A koncepció fontos eleme, hogy lehetőség legyen a kiállítók és a vásárlók közötti valódi kapcsolat kialakítására. Nem hidegen csillogó üzletek zárt vitrinjei mögött sorakoznak a tárgyak, és a tervezők is sokkal többé válnak cédulákra írt neveknél. Hangsúlyos elem a fenntarthatóság és a társadalmi felelősségvállalás gondolatának támogatása a vásár teljes szervezése során. A DIP közvetlen kapcsolatot, élő környezetet, kulisszatitkokat, és mindenek előtt egy igazán jó hangulatú programot kínál. Még ki lehet használni a nyári színház látogatást a játékszínben. Jack a 20 éves házassági évfordulójukon egy gyémánt nyakékkel lepi meg feleségét, és egy bérgyilkossal. Maggie ugyan régóta sejti, hogy férje összeszűri a levet titkárnőjével, de nem gondolta, hogy ide jutnak. Ám a dolgok nem mennek olyan gyorsan, mert a bérgyilkos a férjelét várja, egy telefoncsengetést. Addig is beszélgetni kezd az izgatóan vonzó nővel. Most a játékszínben először szólal meg magyarul a színdarab, melyet a fiatal csukás fivérek a színház felkérésére fordítottak le. Cser szerepében Pikali Gerda látható, a férj Németh Kristóf, és a szeretnivaló bérgyilkost Nagy Sándor alakítja. Rendező Bagó Bertalan, előadás július 10-én. És végül két szomszédos kerületi program. Július 4-e és augusztus 4-e között összesen 10 koncerttel várják a nagyérdeműt Budapest egyik legvarázslatosabb történelmi emlékhelyére, a Vajdahunyad várába. Lesz komoly zene, első osztályú cigányzene, egy kis popzenével és további unikumnak számító előadókkal. A szimfonikus zenekarok mellett a magyar világsztár Robi Lakatos, a Budapest Bár Orosz Zoltán és Borbély Mihály, Poják Lila és Wolf Kati, valamint a 100 tagú cigányzenekar estén vehetnek részt. Az idén negyed évszázados jubileumát ünneplő rendezvénysorozat egy valódi reneszánsz udvarba invitálja a zenekedvelő közösséget. A fesztivál estéjén a Vajdahunyadvár Károly udvarában az igényes muzsika és a történelmi környezet egységébe forrásának lehetünk tanulni. A Béket szigete vár mindenkit a városi nyüzsgés kellős közepén. A fesztivál egyediségét a koncertek helyszínéül szolgáló különleges, szépségű épület együttes és a zene egymásra hatása a szavakkal nehezen kifejezhető hangulat adja, mely nem csak itthon, hanem Európában is egyedülállónak tekinthető. Atlantis gyermekei cirkuszi előadása a Fővárosi Nagycirkuszban. Az előadás gyermekei egyszerre bűvölik el a nézőt az artisták emberrészsel, alig-alig felfogható mutatványaival, és egyszerre teszi fel azokat a kérdéseket, melyek egészen kora gyermekkorunktól kezdve felnőtt életünkön át öregségünkig és halálunkig foglalkoztatnak minket. Az Atlantis gyermekei előadás igazi kuriózum a magyar cirkuszművészet történetében. A Magyarországon még soha nem látott különleges technikának köszönhetően igazi, egyedülálló vízi cirkuszi showt mutatnak be. Az ismerős porond, hol fényjátékos szökőkúttá, hol csendes tóvá, hol háborgott tengeré változik át. Mindez pedig egy olyan látványos és varázslatos világ áll össze, melynek képei és jelenetei elkísérnek minket életünk végéig. Elérkeztünk a beszélgetéshez. Itt van már mellettem a stúdióban Domokos Zsuzsanna igazgatóasszony, köszöntöm nálunk. Hát egy éve, hogy beszélgettünk, azt hiszem szintén egy ilyen nyári időszak volt. Azóta azért sok minden történt a Liszt Múzeumban, folyamatosan ugye zajlanak a matiné koncertek, az állandó kiállítások, időszaki kiállítások. Most ebben az évben, tehát januártól egészen idáig mi minden történt a Liszt Ferenc Emlékmúzeumban? Jó napot kívánok! Ez az év számunkra különösen fontos, hiszen a múzeum ebben az évben ünnepli fennállásának 30. évfordulóját 1986. szeptemberében nyitott meg. Ettől függetlenül amúgy is különösen gazdag az ez évi programunk, hiszen januárban felkértek arra, hogy Herenden nyissunk meg egy kiállítást. A 14-es változó kiállításunknak a tematikáját dolgoztuk föl tabló formájában, amelyet a Strobe Alapítvány támogatott, és ez a kiállítás márciusban nyílt meg, és nemrég került haza. Ezen kívül Kína, illetve Maribor is megkeresett bennünket közös kiállításra. A
kínai kiállítás Pekingben a Művészeti Akadémián július végén fog megnyílni, ehhez nagyon sok anyagot adtunk, illetve a fő koncepciót is, illetve arra is van terv, hogy ez Kínában tovább fog menni ez a kiállítás, Sánkhájba és más városokba. Egy utazó kiállítás, igen, vagy világi igen, utazó kiállítás. Igen, külföldre is megy. A másik külföldi kiállításunk pedig Mariborral egy közös kiállítás. Uh-huh. Az június 18-án nyílt meg, és egy évig lesz nyitva. Ott Maribor, tehát Szlovénia, mi Magyarország, illetve Ausztria közös kiállítása valósult meg, amelyhez egy nemzetközi konferencia is fog kapcsolódni októberben, amelyre a múzeum munkatársai közül hárman fogunk elmenni, és tartunk előadást. Az előadásokat már el is küldtük Maribor számára. Természetesen a saját múzeumunkban is mindig új kiállításokat nyitunk meg, egyéves kiállításokat. Most májusban nyílt meg az Uralkodók Liszt életében című új kiállításunk. Nagyon különleges, nagyon érdekes. Sok olyan kitüntetést és olyan dokumentumot láthatnak ott most a kollégák, illetve a látogatók, amelyet erről csak olvastunk, de valójában ezeket a különleges kitüntetéseket nem látta senki. És nagyon köszönjük a Magyar Nemzeti Múzeumnak, illetve a Hadtörténeti Múzeumnak, hogy ezeket az érmeket, ezeket a kitüntetéseket megkaphattuk, illetve Weimarból kaptuk meg az eredeti dokumentumoknak, az eredeti kinevezéseknek a digitális másolatait. Úgyhogy sok szeretettel várjuk az érdeklődőket. Liszt életének egy kevésbé feldolgozott szakaszát mutatja meg összefüggésben kurátora Vacatka Ágnes és Békési Lili. Természetesen... Bocsánat, csak annyi merült fel közben, hogy a külföldi összefogásoknak mi a háttere, tehát Liszt Ferenc hogyan kötődik ezekhez az említett országokhoz? Mariborhoz annyiban, hogy Maribor is ünnepel, hiszen 1846-ban ott adott Liszt egy hangversenyt, amikor átutazóban volt Törökország felé, és erre az eseménynek kapcsán rendezik meg ezt a kiállítást, illetve a konferenciát, a nemzetközi konferenciát. Kínához természetesen csak annyiban kötődik, hogy szerencsére egyre jobban érdeklődnek Távol-Keleten is Liszt életműve iránt, illetve Szilasi Alex, zongora művész az összekötő, aki maga javasolta a kínai partnereknek, hogy idén, ha Magyarországot bemutatják, akkor Liszt Ferenc legyen a téma. Volt már Munkácsi kiállítás ugyanott, hiszen ez egy képzőművészeti kiállítás, akadémia, és most idén Liszt lett a központi figura. Hát ez dicséretes, hogy a mai napig az elhunyt nagyjaink is ekkora érdeklődést keltenek külföldön. És akkor milyen más esemény volt még esetleg az elmúlt időben? Hát most volt a Múzeumok Éjszakája, ami szintén egy sikeres est volt, nagyon hangulatos volt, változatos programokkal. Természetesen mi nálunk elsősorban koncertekről van szó, a vezetésről, fanfár az elkéről, amit mindig nagyon várnak a látogatók. Nagyon szeretik, tánc volt, ami új donság volt. Ugye a színpadon nem szabad, ez mind a kamarateremben folynak a nagy események, illetve a koncertek. Mivel a színpadon nem lehet táncolni, így az utolsó programban magában a kamarateremben az első sorok helyén mutatott be három pár néptáncokat, és magyarázták is a táncoknak az eredeteit, a bihari együttes. Nekünk külön kedves az, hogy az egyik kollégánk, a Muna Dániel, ő is táncol ebben az együttesben, amely egyébként külföldet járja, tehát egy nagyon profi táncegyüttesről van szó, és természetesen ő is részt vett a műsorban. És volt vetélkedő, amit szintén Muna Dániel vezetett, és állított össze, amelyen közreműködött Váradi László, aki az első koncertet adta, és azt is nagyon-nagyon élvezték a vendégeink, és nagyon-nagyon heves
volt a verseny, és jó hangulatú volt, és nagyon boldogan mentek el az emberek. Hát akkor most körülten. A nézőkhöz szólnék, hogy akik esetleg lemaradtak az idei múzeumok éjszakájáról, illetve esetleg nem jutottak el a Liszt Múzeumba, azok jövőre megtehetik, mert biztosan csatlakoznak, és akkor ezeken a programokon jövőre részt vehetnek. Most a héten csütörtökön lesz egy pedagógiai előadás. Miről szól pontosan ez a program? Ez a program gyakorlatilag egy 2 éve elindított új programsorozat, amelyet a Terézvárosi Önkormányzat támogat, és ezúttal is szeretném külön megköszönni Simon Fély Márta, a polgármester asszonynak, hogy felkarolta ezt a kezdeményezést. Balázs János, Liszt-díjas zongoraművész fog előadni gyerekeknek, a zongora rejtelmeivel vezeti be a fiatalokat, illetve hát természetesen játszik is nekik, és ez a hangszer bemutató, illetve a műveken keresztül mutatja be, hogy a különböző korok zeneszerzői a zongora fejlődésével mi mindent tudnak kihozni a hangszerből. Tehát ilyen játékosan. Igen, magyarázó, magyarázza is, és játszik is nekik, eddig nagyon-nagyon élvezték a fiatalok. Ezt meg tudja csinálni egész kisgyerekeknek is, illetve már iskolás felnőtteknek, feltöntebbeknek is. Volt már összekötve ez orgona bemutatóval is, de általában a kamarateremben egy órás előadásban ő szokta felépíteni ezt a műsort. Most Párkányból jön egy iskola, egy 35 fős osztály, és ehhez kapcsolódik a Derkovics iskola nyári tábora, amely gyakorlatilag a kerületi iskoláknak a diákjaitől eli föl. 70-80 gyereket várunk, vagyis a kamaraterem valószínű ez alkalommal megtelik, aminek nagyon-nagyon örülünk. Természetesen minden foglalkozásunkhoz hozzátartozik a múzeum bemutatása, és ha meg tudjuk tenni kevesebb létszámú osztálynál, akkor szoktunk interaktív játékokat is bevezetni. Az egy másfajta foglalkozás. Ha a kamarateremben általában kétfajta előadást csináltunk eddig, vagy Balázs János bemutatta a hangszert és ahhoz kapcsolódó, vagy pedig Szabó Ferenc János, ő pedig zenetörténeti típusú előadást tartott, amin szintén zongorázik, hiszen ő is zongoraművész. Ő a 19. századi magyar zeneszerzők műveiből állított össze egy csokrot, különlegességeket, szépeket, és erről beszél, és így vezeti be a fiatalokat. És szó van arról, hogy jövő évtől kezdve pedig Simon Izabella zongora művésznő is csatlakozik ehhez a sorozathoz, ő pedig az összművészet és a zene kapcsolatáról tartana a fiataloknak, gyerekeknek előadást, és természetesen zenél nekik. Tehát mind hozzáértő szakemberek csatlakoznak a programhoz, és folyamatosan lesznek, nyilván nyáron talán kevésbé, de ősszel beindulnak majd ugye megint ezek a lehetőségek, hogy lehet jelentkezni ilyen programokra a gyerekeknek. Igen. Kétféle program van. Az ilyen típusú előadásoknál, ahol a kamaratermet használjuk, ehhez kapcsolódhatnak egyetemistáknak, ami zenetörténeti egyórás előadások, ha érdeklődés van rá, ilyet is tartottunk már, ezt saját magunk tartjuk. Ezek a kamarateremben kapnak helyet, erre korábban be kell jelentkezni, hiszen nekünk a termet el kell kérnünk a központból. A másik fajta foglalkozásaink az kisebb létszámra készült, interaktív játékok, ahol párhuzamosan többféle foglalkozást is tudunk tartani. Minden foglalkozáshoz hozzátartozik a múzeumi vezetés. A kicsiknek, az óvodásoknak is tartunk előadást, illetve nem előadást, hanem foglalkozást. Nekik utána játékosan kérdezzük vissza az anyagot, kérdezfelelek formában, vagy memóriajáték formájában, kincskeresés a múzeumban, mit hallottak, igaz-e, amit utána kérdez a bábú tőle, vagy nem. Nagyon-nagyon szeretik a gyerekek, és az is egy nagyon kedves ötlet, hogy aki jól tud válaszolni, ő kérdezheti a csoporttársait. Ő így megy láncreakcióban, tehát abszolút aktívan bekapcsolódnak a gyerekek. A nagyobbaknak van olyan is, hogy vágyművésszel Liszt Ferenccel, Liszt Ferenc fiatalkora, ez egy társas játék. Ez már olyan 8 éves kortól, akkor többféle játékot tudunk vetésforgóban
megszervezni a számukra. Nagyon fontosnak tartjuk az élőzenővel való kapcsolatot, ezért van egy olyan kollégánk, a Spisák Dávid, aki maga is előadó művész is, és ő ritmusjátékokat játszik a gyerekekkel, különböző zörgőeszközökkel, ami a zenei tanítást egészíti ki, az iskolai zenei foglalkozásokat. Mona Dániel közreműködésével tartunk táncos foglalkozásokat is, kicsiknek is, nagyoknak is. Volt olyan, hogy a verbunkos tánc elemeit táncolt, mutatta meg nekik, és utána a verbunkos zenét hallottak, és utána meghallgatták a Liszt rapszódiában a verbunkos elemeket. De néptáncot is tanít nekik, néptánc alaplépéseket, tehát gyakorlatilag teljesen minden átfogó, szinten komplex foglalkozásokat, igen, az igényeknek megfelelően, és fiatal kolléganőim, Peternák Anna, Ország Dóra, Gosztola Kitti, Avar Katalin, Spisák Dávid, mindnyáján nagyon aktívan részt vesznek ezekbe a foglalkozásokba, és adják a gyerekeket kézről kézre, kicsikkel pedig Kapusi Monika és Bala Erzsébet szokott foglalkozni. A következő alkalom az mikor lesz, amikor lehet jelentkezni? Most akkor a szülőket egy kicsit tájékoztassuk erről, hogy hogy működik. Folyamatosan nyitva van, tart a múzeum. Uh-huh. Ha nyáron, de hát akkor nyilván az iskolák szokták megszervezni. Igen. Úgyhogy gondolom, hogy ősztől indulna be újból ez a sorozat, de hogyha van igény, nyáron is tudunk tartani, uh-huh, sőt idegen nyelven is tudunk tartani, ha kell. Igen. Idegen nyelvi iskolák gyerekeinek. Aha. Értem. Úgyhogy abszolút nyitottak vagyunk, a honlapunkon kéne megnézni, most már van egy külön múzeumpedagógia menüpont, és arra föltesszük, napokon belül az egész anyag fönn lesz, most egy egész rövid tájékoztató van, és nyitottak vagyunk, és megbeszéljük az időpontokat. Ami csak a múzeumhoz tartozik, az bármikor, amihez viszont kell összehangolni a művésznek a programját, illetve a kamaratermet, ott korábban kérjük a jelentkezést. Hát akkor azt tudom mondani, hogy tényleg, hogyha tartalmas kikapcsolódásra, foglalkozásra szeretnék a gyerekeket elvinni, akkor mindenképpen a Liszt Múzeum az segítségül szolgál. A következő időszakban lesznek még esetleg olyan kiemelt események, ami a 30. jubileumra vonatkoznak? Két dolog lesz. Az egyik, amit már korábban előkészítettünk, egy Liszt Fesztivál októberben, minden szombaton a matin időpontban és délután is lesz koncert, illetve 21-én este, uh-huh, ez egy 11 koncertből álló sorozat, uh-huh, már fönt van a honlapunkon a műsora, sőt, már jegyet is lehet rá igényelni, ugyanolyan áron megy, mint a múzeumi matinék, tehát nem erre megyünk rá, hanem szóval nem külön bevételre megyünk rá, hanem arra, hogy méltóképpen ünnepeljük meg Liszt otthonának a kultuszát, és ugye ugyanúgy jönnek ki a szombatok, mint a jubileumi 11-es, aha, évben, tehát Liszt születésnapja is szombatra esik, és ekkor is két koncertet szervezünk, az délelőtti koncert, az a Ránki házaspár adja ismét a gyönyörű műsorral, a Dante Szimfónia két zongorás változata, illetve a Via Crucis, uh-huh, négykezes változata. A déli utáni műsorban meghívtam a zongoratanszakot, illetve a legtehetségesebb fiataljainkat, hiszen idén Liszt verseny is lesz szeptemberben, és az esti nagy koncertet pedig már a főépületben a Zeneakadémia szervezi. A többi napon pedig nálunk lesznek a koncertek. A másik pedig a Liszt versenyhez kapcsolódik. Régi vágyunk az, hogy a külföldön lévő Liszt múzeumokkal is egy élő kapcsolatot, együttműködést építsünk ki. És mivel a Philharmonia fölkeresett bennünket azzal, hogy a Liszt Fesztivál alatt legyen valamilyen együttműködés a múzeum és a Liszt verseny között, arra gondoltunk, hogy nyitó lépésként meghívjuk egy délutánra a többi társmúzeumot, a külföldi Liszt Múzeumot, és tartanánk egy rövid bemutatót a különböző Liszt Múzeumok életéről. Uh-huh. Eddig Rajding, a szülőház jelzett vissza, ők biztosan jönnek. Talán az egyik kollega tud beszélni ezüstadban a Kék Szalonról, amely Liszt Eduardnak volt a szalonja, ő a
nagybátyja, Liszt nagybátyja volt, és nagyon szoros kapcsolatban volt Liszttel. Schilling Fürst jelentkezett, ami különlegesség. Ott a Hohenlohe családnak van egy kastélya, és Gustav Hohenlohe-vel nagyon szoros kapcsolatban állt Liszt, hisz tőle vette fel a négy alsó papírrendet. Ott is van egy Liszt emlékszoba. Hívtuk Weimart, onnan még nem kaptunk választ, ott pillanatnyilag nem tudjuk, hogy ki a Lisztháznak a felelőse, ki az, aki az ottani házat be tudja mutatni, és Bayreuthban van még Liszt múzeum, az ottani igazgató úr azt mondta, hogy ez az időpont neki most nem alkalmas, egy későbbi időpontban jön. És természetesen mi is röviden a 30 évet összegeznénk a múzeum életéről. Tehát aki biztos, az Reuding, Schilling, Fürst és mi, illetve Eisenstadt, és meglátjuk a többit. Hát sok sikert kívánok akkor ehhez. Szépen. Köszönöm szépen, hogy itt volt nálunk. Én is köszönöm. Nézőknek is megköszönöm a figyelmet, hogyha bármilyen észrevételük vagy javaslatuk van, akkor nyugodtan hívhatnak minket a 061-301-0956-os telefonszámon, írhatnak e-mailt is az infokukac@hatoscsatorna.hu e-mail címre. Kellemes időtöltést kívánok, viszontlátásra! Köszöntöm nézőinket, önök a Terézvárosi magazint látják. A magazinban két témával fogunk foglalkozni. Terézvárosi lakosokat köszöntök itt, elsőként Horváth Zsokát, aki az elmúlt héten átúszta a Balatont, valamint meghívja önöket a következő heti önkormányzati rendezvényre, amely a Széchenyi fürdőbeli egészségnap lesz. Utána pedig Bódis Ukszána, a fehér orosz festőművész lesz a vendégem, aki újdonsült terézvárosi lakos, és aki nem csak festőművész, hanem óvodapedagógus is. Kellemes időtöltést kívánok! Horváth Zsóka a vendégem, szeretettel köszöntelek, akivel két nagyon markáns témával fogunk igen röviden foglalkozni. Hát az egyik az, hogy le a kalappal, mert átúsztad a Balatont. Köszönöm. A másik pedig az, hogy szeretnéd meghívni a kedves nézőinket az egészségnapra, hiszen a Széchenyibe ismételten lesz egészségnapunk a jövő héten, de kezdjük a Balaton átúszással. Hát szóval az, hogy te egy sportos nő vagy, azt azért mindenki látja. Hányszor álltál neki ennek a Balaton átúszásnak? Ez volt a hetedik alkalom. 2001-ben az 50. szülinapomra ajándékoztam meg magam az elsővel, onnantól pedig akkor mentem, amikor jó idő volt, jó volt a víz, nem fújt a szél, tehát amikor úgy éreztem, hogy hú, na most, és akkor most a 65-re úgy döntöttem, hogy legyen egy jubileumi úszás, amit sikerrel meg is teljesítettem. Következő célom, hogy a 70 éves koromig még meglegyen a 10 úszás összesen, úgyhogy talán minden második évben is megyek. Mi függ attól, vagy mitől függ az, hogy nekiállsz-e, vállalod-e az úszást? Megmondom egész őszintén, én egy vízi lény vagyok, de én nem bírnám végigcsinálni. Tehát milyen fajta rákészülés kell? Mi kell hozzá? Mindenféleképpen edzés, és én azt tudom mondani, hogy minden a fejben dől el. Én februárban eldöntöttem, hogy én idén átúszom a szülinapomra, mert tavaly az utolsó pillanatban maradtam le róla, mert volt a nagy kánikula hullám, utána jött egy hideg hullám, és úgy lehűtötte a vizet, hogy 22 fokba, én úsztam egyszer hideg vízbe, majdnem megfagytam, és azt mondtam, hogy akkor nem. Viszont imádkoztam, hogy a jubileumra legyen minden flottul együtt, és a felkészülés, tréningezés, tornázás, gimnasztika. Én egy héten kétszer 3-3 ezer métereket úsztam le, március, április elejétől, amikor az úszodát megszabadították a sátraktól, akkor onnantól kezdve heti két alkalom 3-3 ezer méter, csütörtökön és a hétvége egyik napján, hogy legyen idő regenerálódni. Mellette ezek a táplálék kiegészítők, amik turbozzák az embert, föltöltik a vitaminokkal a szervezetet, úgyhogy... És tehát mindent. Mindent. És a drukkolás, ugye Karcsi rengeteg, ő küldött, na, nem mész ma úszni, mondtam, hogy ma nem, de holnap. Tehát otthonról a támogatás azért nagyon mindenféleképpen megvolt, igen, mindenféleképpen. És minden összeállt, az összes csillagzat. Teljesen. Hanyadikán volt a születésnapod? Május 2-án. Hát egy csodálatos nap, úgyhogy tényleg azt gondolom, hogy akkor nagyon-nagyon kihúzhatod magad. És igen. Hát az épp testben, épp lélek,
tényleg azt hiszem Zsókára éppen úgy elmondható, mint minden más olyan emberre, aki rendszeresen sportol. Azt a fajta nyugdíjas életet éled itt Tehérészvárosban, amit szerintem mindenki irigyel. Mert jól érzed magad a bőrödben, azt csinálsz, amit akarsz, és szeretett csinálni, amit akarsz. Tehát ott vagytok a táncos rendezvényeken, nem voltál rest, ismerkedni, jó kapcsolatba kerültél. Tehát egyszerűen nyitott vagy az életre. Minek köszönhető ez? Én pontosan nem tudom, valahogy az idő tett ilyenné, bölcsebbé is, meg talán nyitottabbá is, és az, hogy olyan szakmába kerültem be 20 évvel ezelőtt, ahol a kommunikáció nagyon fontos volt, hogy ilyen biztosítási alapú cégnél dolgoztam, és ott kellett kommunikálni az emberekkel, és egyszer csak azt vettem észre, hogy hú, én tudok beszélni, meg beszélgetni, és hogy keresnek, szeretnek az emberek, tehát valahogy így. És a pozitivitás, tehát ha irigyelnek, az azt jelenti, hogy valamit jól csinálok, mert csak azt irigylik, ugye, aki valamit másképpen, máshogyan tesz, mint a többiek. Én tényleg nagyon jól érzem magam a bőrömbe, 65 évesen nem azt mondom, hogy tök jó minden, mert vannak, de nem az van az agyamban, hogy hú, akkor most fáj a derekam, most akkor nem kelek föl, hanem akkor fáj a derekam, akkor neki állom megnyújtani. Tehát mindenre van megoldás, csak akarni kell, hogy legyen megoldás. Ugye a kerületünkben minden évben tartanak egészségnapokat. Van, ami kimondott szűrési típusú, az nem is olyan rég volt. Arra el szoktál egyébként menni? Hát én mindegyiken ott voltam. Volt már, amiben segített neked? Tehát arra, hogy felfedezél valami problémát, vagy amit meg kell előzni? Igen, és ez még pont most tavasszal volt az áprilisi szűrésen. A szememnél valamit javasoltak, hogy menjek el a szemészetre kontrollra. Elmentem, hál' Istennek nem volt semmi, de mondta a doktornő, hogy a korom miatt, nem azért, mert jól vagyok, hanem a korom miatt időnként azért el kell menni egy ilyen mindenféle szemészeti szűrésre. Nincs probléma a látásommal, 20 éve ugyanez a szemüvegem, az olvasom egy kicsikét ugye erősebb, de úgy különösebben nincsen, de ez az egyetlen egy volt, meg talán ugye ez is a táplálkozási szokásoknak, meg a vitaminoknak is köszönhető, hogy magasabb volt a koleszterin, de még mindig érték határon belül, de meg a cukor is. Reggeli után 6,5 volt, de azt mondták, hogy ez tökéletes, ezzel semmi probléma nincs. Aztán mondták, hogy főzzek kókuszolajjal vagy pálmaolajjal, akkor megvettem, és lám mindegyik a következő szűrés, azt hiszem június elején volt, lecsökkent. Tehát én azt gondolom, hogy oda kell figyelni, hogy mit eszünk, mikor eszünk, megvan a rendszerünknek, a szervezetünknek a programja, ugyanúgy, ahogy nekünk is megvan, éjszaka pihenünk, mettől meddig pihen az emésztés, mettől meddig az agyunk. Ezeket figyelembe kéne venni, és akkor rögtön jobban működünk. És jól fogjuk magunkat érezni a bőrünkben. Évek óta részt veszel a Széchenyi fürdőben is, azon az egészségnapon. Bizony. Strandnapon, hát most lehet így is nevezni, úgy is nevezni, de gyakorlatilag mindenképpen az egészség megoldása, illetve az egészség megőrzése a lényeg. Igen. Hogyan zajlanak ezek a napok, milyen programok vannak, és miért jó ez? Hát én magát a Széchenyit nagyon szeretem, úgyhogy én kitörő örömmel fogadtam, amikor tavaly előtt először mehettünk a akkor még strandnapnak nevezett egészségnapra. A túl azon, hogy mindent használhatunk, tehát a belső medencéket, a külsőt, az élménymedencét. Én tavaly még a fitnessterembe is fölmentem, megnéztem az aerobikot is, de az éppen akkor nem volt. A kinti élménymedencét, az úszómedencét, tehát mindent. Volt tavaly két masszírozó. Ott előtte egy kvízjáték, a kvízjátékon lehetett masszírozó jegyet nyerni. Akkor énekesek, volt kétszer is a Szulák Andi, volt a Csonka Pici. Tehát ez egy nem csak egy sima strandolás, meg egészségnap, ez egy jó buli, egy jó szórakozás. Kint vagyunk a levegőn, napfény van, jó barátok, ismerősök, meglátnak, integetnek, oda jönnek, hogy vagy, tehát egy ilyen kapcsolat, ez nem olyan, mint a közösségi oldal, de ez személyes kapcsolat. Ismerősöket, barátokat szerez az ember. Nem olyan rég hallgattam Bödöcs Tibornak az egyik
ilyen kis fejtegetését, hogy tulajdonképpen hát egy élő Facebook is kialakulhat, amikor az emberek elkezdenek beszélgetni egymással, és különböző dolgokat megosztanak, tehát két ember is beszélgethet és megoszthat témákat, szóval vissza kell találni arra a fajta kommunikációra, ami teljesen természetes, és amit az elmúlt időszakban teljesen elfelejtünk. Egyébként, amikor nincsenek ilyen közös rendezvények, mennyire vagy strandolós típus, vagy inkább a természetes vizeket kedveled, vagy pedig az úszást, ahogy az elején mondtad? Mert a strand, meg az úszoda más. Más, igen. Tavaly van ez az Erzsébet kártya, sikerült akkor egy ilyen fürdőbelépőt szereznem, úgyhogy tavaly, amikor jobban készültem elméletileg az úszásra, jártam a Dagályba, meg jártam a sportuszodába is, úgyhogy szinte minden hétvégén jutott valahova valamelyik vizes helyre. A strandon én már unatkozom, tehát ott már nem lehet, nem szerettem ezeket a csúszdákat, mert tönkre megy a fürdőruhám. Nagyon szeretek egyébként csúszni, csak ugye egyet kipróbáltam, és akkor a bikinim bánta. Nem, tehát azon kívül nincs szórakozás, nem lehet úszni, tehát nincs az, hogy na, akkor leúszom a 3000 méteremet, ugrálnak, fröcskölnek, koszos a víz, bejönnek koszosan, tehát más az úszodába, ott viszonylag a körülményekhez képest tiszta a víz, valahogy kulturáltabb az odajel, mert oda inkább sportolók járnak, mint strandolók. Tehát én nyáron is, mondom, inkább úszodába járok, semmin strandra, és Karcsi megjön velem. Ez a Karcsi, ez egy rendes ember. Igen. Akkor most én a hangos meghívód a kedves nézőknek. Jó, igen, hát mindenkit szeretnék szeretettel meghívni. Oda a kamerába. Igen, és szeretnék szeretettel meghívni. Jövő héten kedden 9 órától lehet bejönni a Széchenyi fürdőbe, strandnapnak vagy egészségnapnak nevezzük. Nem tudom, gyertek, jöjjenek a nyugdíjasok, ne üljenek otthon, emelkedjenek föl, és bulizzunk egy jó nagyot odakint. Lehet csápolni majd, amikor az énekesünk énekel, lehet masszíroztatni, az összes medencét igénybe venni. Úgyhogy én azt mondom, hogy emelkedjenek fel és jöjjenek el. Amit még szeretnék, hogy szeretném megköszönni az önkormányzati képviselőknek ezt a lehetőséget, hogy immáron 3. éve és most 5. alkalommal tehetjük meg azt, hogy térítésmentesen bemehetünk a fürdőbe. Ilyenek a lehetőségek. Köszönjük szépen, Zsóka. Én is köszönöm szépen. Következő vendégem Kribuca Oxana, Bódis Oxana, direkt a lány nevével kezdtem, amelyből kiderül, hogy nem magyar anyanyelvű hölgyről van szó, és festőművész. Szeretettel köszöntelek itt a stúdióban. Jó napot. Azt gondolom, tegeződni szeretsz jobban, persze, vagy magázódni? Persze, akkor tegeződni fogunk, igen. A magyar nyelvet mikor kezdted el megtanulni? Amikor ide kerültem, akkor tényleg nem tudtam egy szót se, és úgy alakult az életem, hogy a nyelvet utánoltam, mint a gyerekek hallás után, tehát nem volt se tanárom, se könyvem, tanfolyamra se jártam. Tényleg, mint a kicsi gyerekek. Ez hány évvel ezelőtt volt? Ez kérem szépen 1990-ben történt, amikor ide kerültem Magyarországra férjemmel együtt, és megszületett a lányom, és egy pár hónapos volt, amikor hívtak tanítani helybeli általános iskolába, és amikor mondtam neki, hogy nem tudok magyarul, azt mondták, nem baj, hogy a rajzot úgyis meg lehet mutatni, majd rajzolsz, aztán mutatott kézzel, lábbal. Tehát a nyelvtanulás igazából úgy kezdődött, hogy a hallás után, kizárólag hallás után. Most az jutott az eszembe, hogy milyen érdekes az élet, ugye gyakorlatilag te tanítottad rajzolni a gyerekeket, a gyerekek pedig tanítottak téged beszélni. Nem létezik, hogy a gyerekekkel való kommunikáció sokat segített abban, hogy a nyelvet meg tudtad tanulni? Egyébként a gyerekektől nem csak a nyelvet lehet tanulni, hanem nagyon sok mindent, az emberi helyzeteket, akár a rajzból is sok mindent, tehát a gyerekek mindig inspirálnak. Természetesen utólag kezembe kerültek a könyvek is, és elkezdtem egy picit részletesebben foglalkozni, és igazából a főiskolán rá voltam kényszerítve, mert ott volt a magyar nyelv, a magyar irodalom, ott muszáj volt foglalkoznom a nyelvtani résszel is, még az írással is. Nos, ennyi bevezető után tényleg rátérünk arra, hogy miért is vendégünk most Bódis Oxana, aki egyébként terézvárosi lakos, tehát
Ez úton került az adásunkba, illetve az úton is, hogy egy kiváló képzőművészről, festőművészről van szó, akinek én megnéztem Oksana's Pictures néven a képeit a Facebookon, mert ott találtam meg. Hát gyönyörűek ezek a képek, gyönyörűek. Mikortól kezdtél el festeni? Köszönöm szépen, az a kérdés nagyon sokszor hallottam. Igazából azt mondjak, hogy amikor megszülettem, és még nem tanultam meg járni, bár kezembe vettem a ceruzát, és akkor a vállokat kellett óvni, valami papírral be kellett vonni, mert tudtam közlekedni, nyomot hagytam. Igen, és akkor utána volt hosszú kihagyás, engem kisgyerekkoromban igazából nagyon érdekelt a balett, csak olyan helyen laktam, ahol nem volt lehetőség, de nagyon szerettem táncolni, és a könyvből tanultam a mozdulatokat. És néztem, hallgattam klasszikus zenét, imádtam balettet nézni. Rajzoltam csak annyit, mint a más gyerek, és amikor ötödikes voltam, akkor azt már meséltem, hogy az utcabeli fiúk megláttak, és nekik nagyon-nagyon megtetszett, és pont akkor nyílt meg a képzőművészeti gyermekiskolá. És a fiúk azt mondtak, irány a felvitelére, ők kísértek engem, tehát otthon a szüleim nem is tudtak róla. Tehát a barátok rengeteget tudnak tenni azért, hogy valaki elinduljon egy pályán, ez egy tipikus példa. Igen, erre. Tehát azt mondjuk, nincs véletlen, akkor véletlennek tűnt, aztán nagyon jó tanáraim voltak, és nagyon-nagyon megszerettem, és a 8. osztály után már egyértelmű volt a folytatása. Fehér Oroszországban születtél, ugye 90-es években kerültél Magyarországra, tehát az annyit jelent, hogy még a rendszerváltás utáni, vagy előtti Szovjetuniónak voltál a része. Milyen volt akkor kint a művészetoktatás? Egyáltalán milyen volt az a közösség, az a helyszín, ahol éltél? Megmondom őszintén, hogy én az egyik városban éltem akkor, és a másik városban, tehát utaztam, kollégista voltam. Tehát a Bobrujszk egy kisebb város, viszont arról híres, hogy nagyon, tehát generációs tanárok voltak, nagyon jó rajztanárok, és a barátaim között is rengeteg nagyon tehetséges képzőművész volt, tehát a családi barátként is eljártak hozzánk, meghívtak a kiállításokra, tehát nagy szerencsém volt ilyen szempontból, hogy ilyen atmoszférában nevelkedtem. Hát mondjuk, hogyha gyári munkások közötti közeg lett volna körülötted, valószínűleg máshogy alakul az életed. Biztos, hogy inspiráltak. A képzőművészeti szakközépiskolánk arról volt híres, az a mondás járt róla, hogy aki ezt kijárta, akkor nincs olyan képzőművészeti főiskola, akkor nem menjenek fel Moszkvába, Szentpéterváron, mert nem emlékszem, 7-8 felvételi vizsgánk volt, és 8 emberből egyet vették fel. Tehát és mennyire emlékszem, hogy a csoportomban jóformán szobrász, színész gyerekek jártak, tehát ilyen hétköznapi emberek, semmit ilyen nagyon ritkán fordultak elő. Tehát akkor tehát ez egy ilyen kemény klasszikus ahhoz, alapokkal adó iskola volt, ilyen új kísérletekről nem nagyon sok minden hallottunk. Gyakorlatilag az, hogy ilyen nagyon kemény, ahogy mondtad, klasszikus alapokra épülő iskola volt, ez viszont olyan alapot ad, amely felé nagyon-nagyon széles skálába lehet nyitni. Igen. A te képeid, ahogy én néztem, nagyon légiesek. Én nem értek a képzőművészethez. Nagyon légiesek. Mindegyikben ott van valamilyen úton, módon a repülés, a szél, a víz, és a nem légüres tér, de a levegőnek a kitöltése. Jól veszem én ezt észre? Nagyon jó, mert tehát az a szabadság, hát ez mindig meg volt bennem, nagyon-nagyon jó észrevétel, mert megmondom őszintén, hogy én voltam egyedül, talán az egész, a fizika-matek tagozatos iskolába jártam, még színjátszó csoportba, tehát sok mindennel foglalkoztam a képzőművészet mellett, és az egy ilyen elitvárosi iskola volt, tehát tényleg nagyon okos gyerekek jártak oda, és én voltam egyedül annak idején, aki nem lépett kézbe. Mert egyszerűen nem volt kedvem hozzá, unatkoztam, tehát nem voltak olyan különösen nagy komoly álvaim, hanem egyszerűen nem szerettem a tömeget, én mindig féltem a tömegtől, engem nem lehetett beskatujázni, tehát nem tartoztam egy csoporthoz sem. Tehát ilyen szempontból azt a függetlenség, az lehet, hogy a tükrözik a képeimből. Nagyon erősen benned van a szabadságvágy, mint ahogy említetted. A férjeddel hogyan kerültetek Magyarországra? Együtt jöttetek, vagy pedig magyar férjed lett? Mert ez nekem nem volt egészen tiszta. Ő kint dolgozott. Ő kint dolgozott, én még akkor utolsó évet tanultam. Tehát akkor magyar férjed. Igen, magyar férjem, igen.
és akkor így hazát váltottál. Mennyire volt könnyű a boldogulás egy fiatal művésznek? Tehát a magyarok hogyan fogadtak? Ugye, hát, ugye ez még egy furcsa időszak, a 90, pont a rendszerváltás utáni esztendőkről beszélünk. Az oroszokkal így is voltak, meg így is voltak. Tehát hogy, mit éreztél te? Igen, elméletileg semmi esélyem nem lenne, hogy itt üljek most, és ott a Terézvárosról, akkor legyek még egyáltalán, hogy itt legyek még egyáltalán, hogy fessek. Mert az a igazság, hogy amikor ide kerültem, nem volt elég az a váltás, 19-20 éves voltam, megszületett a lányom, a férjemnek vissza kellett menni. Tehát egyedül maradtam az ő szüleivel, kicsi gyerekkel, nem ismertem a nyelvet. Igen, és a váltás olyan szempontból is volt, hogy én a városlakó voltam addig, és a kicsi faluba kerültem. Húha! És nyilvánvaló a falusi embereknek más az értékrendük, és más az elképzelés a napi rendről, a munkáról. És én arról emlékszem, hogy tettem a dolgomat, még már kezdtem tanítani, még azért otthon megálltam a helyet, és rajzolása nekem jóformán éjszakánként került időm, még sor, nem vártam arra, hogy nekem legyen műtermem, még legyen időm. Ha kicsi asztal volt a konyhában, megelégettem azzal. És szegény anyusom egy nagyon-nagyon bölcs asszony volt, és nagyon szerettem, de mikor először látta, szinte fekete lett az arca, mert egy menyecskének disznókat kell vetetni, nem festegetni. Aztán lassan úgy alakult, hogy szerencsém volt a kollégákkal az iskolában, és amikor megláttak, megismertek a munkáimat, nagyon támogattak. És akkor egyszer csak fogtad magad, és elkezdtél itt Magyarországon is tanulni, és elmentél a Képzőművészeti Egyetemre. Milyennek találod az itteni oktatási rendszert, képzőművészeti oktatási rendszert, és az ottanit, ha összehasonlítod? Ilyen nagy viszonyítás alapom nincs itt. Már itt a pedagógiai főiskolára jártam itt, de rengeteg képzőművész barátom van, még vannak rajztanárom, tehát a képzőművészeti tanárok is nagyon jó barátaim. Én szerintem egy picit lazább ez a képzés, mint nálunk. Uh-huh. Tehát minket sokkal jobban terheltek. Viszont egyrészt könnyebb lehet a gyerekeknek, mert sokkal több a lehetőségük, akar az internet által, akar Pesten rendkívül is sok kiállítás, még más lehetőség. Arról nem beszélve, hogy amikor indultam fel, akkor egyfajta festéket ismertünk, még egyfajta papírt, még nekünk magunknak kellett főznünk ragasztót, házilag készített ragasztóval, raktunk fel a lapokat, ilyen tehát olyan, mint a deszka, olyan tablet. És akkor a tanárunk mindig azzal kezdett egy órát, végigment, és hogyha valakinek nem volt tökéletesen sima a papír, nem is kezdhettünk rajzolni. Tehát ahhoz képest most valaki bemegy a művészellátóba, akkor a szem a szája, amit megkíván. Igen. Ilyen festik, olyan festik, nagyon sok újfajta anyag áll a rendelkezésre. Mivel szeretsz a legjobban dolgozni? Milyen anyaggal? Én megmondom, őszintén, én a változatosság híva vagyok, én nem tudok egy helyben maradni, tehát olyan a természetem, nekem korszakonként változik a kedveltetésem, tehát lehet, hogy egy darabig olajjal fogok festeni vászonra, aztán ha ezt meguntam, akkor jön egy grafikai korszakom, vagy éppen felkérik egy könyvet illusztrálni, akkor természetesen a tartalom megkívánja más eszközöket. Akvarellt is nagyon szeretem, vedés technikát is nagyon szeretem, kísérletező típus vagyok. Még mielőtt konkrétan a kiállításaidra, illetve a munkáidra rátérnénk, még egy pillanatra visszakanyarodunk, hiszen a hétköznapi munkára, mert a művészetből nem lehet mindig megélni, tehát te nagyon bölcsen elmentél, és óvodapedagógiát is tanultál, és jelen pillanatban egy óvodában, egy művészeti óvodában képzed a kicsiket. Ott mennyire tudsz szabadon dolgozni, mennyire, mint mondtad, hogy az oroszoknál sokkal kötöttebbek voltak a rendszerek, na itt mennyire érzed magad szabadnak az alkotásban, a munkád során? Gyerekekkel való kapcsolatod van? Hát gyerekek való, tehát én nagyon imádom a gyerekeket, tehát ez az energiával, ahogyan nálunk kölcsönös aramlás történik, és valahogyan én remélem, hogy nagyon megértük egymást, és örömömre szolgál, hogy ez az óvi nem szokásos óvi, hanem a pedagógiai nevelési programban óriási hangsúlyt fektetnek a
művészetekre, még hogy minden tiszta forrásból legyen, tehát néphagyományoknak óriási szerepe van, akkor vannak alkotóműhelyek, a nagy csoportosoknak éppen szoktam tartani. És ami nagyon szimpatikus nekem, tehát ez nem olyan tömegnevelés megy, hanem ezek a foglalkozások ilyen kis csoportokban, hatfős csoportokban zajlanak. Hány kiállításod volt Magyarországon? Hú, talán Magyarországon volt kevesebb, mint máshol. A máshol nem tudom, mit jelent? Oroszországban gondolom? Külföldön nem. Érdekes nem? Módon, hogy a saját otthonomban 2 éve volt, hogy a Modern Művészetek Múzeumban meghívott, tehát a Kulturális Minisztériumban rendezte az egészet. Magyarországon, ami itt egy picit jelentősebb, ugye Kanizsán, Zalaegerszegen, Pécset, Körmenden. Honnan találnak meg téged? Az nagyon érdekes, már én még életemben nem kerestem senkit. Egyszerűen nem is értek hozzá, még nem vagyok az a típus. Valahogyan úgy alakult, hogy mindig valaki meglátta a képeimet, vagy megtudta valakit, és úgy hívtak. Például tavaly nyáron képviseltem Magyarországot, picit furcsán hangzik, picit furcsán, közép-európai művészek találkozója volt, tehát minden művész 3 munkájával képviselte a saját országot, és ezek a munkák utána vandaroltak, tehát volt folytatás ennek a kiállítás sorozatnak. Most érkeztek Szlovéniából például, bejártak Lengyelországot, Ausztriát, Szlovéniát. Igen, és ez érdekes volt, amikor kérdeztek azok, akik kiállítottak, hogy például volt a Velencében tanító professzor, aki képviselte Olaszországot, akkor Horvátországot képviselte, szintén valamilyen professzor, hölgy, grafika, táncik, vezető, és akkor kérdeztek, te hol tanít, ezt mondom rá, jutott általános iskolában. Magyarország. Igen. Hát igen, igen, ezért ezek érdekes találkozások lehetnek, amikor egy fehér Oroszországból származó hölgy, aki óvodában tanít, képviseli Magyarországot egy ilyen nemzetközi megmérettetésen. Igen, tehát visszatérve a tanításra, tehát én dolgoztam az Alapfokú Művészeti Intézményben, és tanítottam a rajzfestés oktatást, még a műhelyi gyakorlatokat, még rengeteg tanítványom végzett képzőművészeti gimit, és felkészítettem őket. Még a főiskolát is már jó néhányan. Még arra is volt példa, hogy felkértek nemzetközi rajzpályázát, hogy zsűriztetni. Hát akkor ez egy egészen színes skála. Utolsó mondat, hogy érzed magad Terézvárosban, itt az Andrássy út mellett? Hát nagyon-nagyon élvezem. Tehát én megmondom őszintén, hogy véletlennek köszönhetően megvalósult az egyik álmom, és most nagyon boldog vagyok, és szeretném mielőbb felfedezni a jó helyeket, jó kiállító helyeket, minél több embert megismerni. Addig járok tágra nyílt szemekkel, és gyönyörködök minden részletben. Köszönöm szépen, hogy mindezt megosztottad velünk, hogyha lesz kiállítás, megyünk szívesen, és meghívjuk rá a kedves nézőket. Köszönöm szépen. Kedves nézőink, ennyi fért ma a Terézvárosi magazinban. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, nem menjenek el, mert most megismételjük az Ez történt a héten című összeállításunkat, én pedig a jövő héten várom önöket. Viszontlátásra! Testületi ülés Terézvárosban. Újra egészségnap a Széchenyi fürdőben. 6. kerületi pedagógusok terepgyakorlaton. Nyári nyitvatartás az 5-ös 10-ben. Dunabogdányban üdültek a terézvárosi 2 tannyelvű iskola diákjai. 6. kerületi bajzások Olaszországban és Zebegényben. Anna néni 90 éves lett. Jubileumi est az Andrássy úti Bolgár Kulturális Intézetben. Majsai Gábor koncert a Hunyadi téren. Köszöntöm a nézőket, Dombóhári Gábor vagyok. Terézváros elmúlt heti eseményeinek összefoglalóját látják.
A nyári szünet előtti utolsó testületi ülést tartották meg Terézváros önkormányzati képviselői június 30-án. Tárgyaltak egyebek mellett a felső oktatási ösztöndi lehetőségeinek kiszélesítéséről, a rendőrségnek nyújtott támogatásokról és pályázatokról is. Az ülés elején Hassai Zsófia polgármester a testület és Terézváros nevében köszönte meg Balogh Bálintné áldozatos és magas szakmai színvonalú munkáját, amelyet az elmúlt 10 évben a Játékvár óvoda vezetőjeként fejtett ki. Ugyancsak a testület előtt köszöntötték dr. Kopácsi Juditot, a Terézvárosi Család és Gyermekjóléti Központ vezetőjét, aki a napokban Bárci István díjat vehetett át a fővárosi önkormányzat dísztermében. Terézváros önkormányzat javaslatára nemrégiben vehette át intézményvezető asszony a Bárci István díjat. Igen, a fővárosi közgyűlés részemre Bárci István díjat adományozott a képviselőtestület, illetve polgármester asszony felterjesztésére, és egy rendkívül nagy megtiszteltetés számomra a felterjesztés és természetesen a díj elnyerése is, illetve hogy a mai napon a képviselőtestületi ülésen polgármester asszony és a testületnek a tagjai megköszönték a munkámat és gratuláltak a díjhoz. Nagyon meghatódott vagyok, hiszen most köszönték meg a képviselőtestület azt a munkát, amelyet 10 éven keresztül itt Terézvárosban intézményvezetőként dolgoztam, és hát polgármester asszony nagyon szépeket mondott a munkámról. Nagyon-nagyon elfogódott vagyok ezekben a pillanatokban, de most is csak azt tudom elmondani, hogy nagyon sok mindent köszönhetek Terézvárosnak. 10 évvel ezelőtt ez a kerület engem befogadott, és hát a munkám alapján elfogadott és elismert. Én nem gondolnám, hogy ennél többet tehet egy kerület vagy egy település az intézményvezetőjéért. Igaz, hogy 10 éven keresztül nagyon sok családdal, kisgyermekkel ismerkedtem, és valóban Terézvárosinak érzem magam, de köszönettel tartozom a médiáknak is, hiszen mindenkinek hozzáférhetővé tették azt, hogy a Játékvár óvoda munkájába és a mindennapjaiba is részesei legyenek a terézvárosi lakosok, bepillanthassanak azokba a gyönyörűséges napjainkba, amelyeket együtt töltöttünk a terézvárosi gyerekekkel, családokkal és a fenntartóval. Még egyszer nagyon köszönöm mindenkinek. A Terézvárosi Felsőoktatási Ösztöndíjról szóló rendelet szerint fél évente 25 hallgató nyerheti el a havi 35 ezer forintos ösztöndíjat, ha megfelel a jogszabályi előírásoknak. Most a jogosultsági feltételek enyhítése mellett döntött a testület, amely a jövedelemhatár az öregségi nyugdíjminimum 3-szorosáról a 4,5-szeresére történő növelését jelenti. Ennek köszönhetően várhatóan több pályázatot nyújtanak majd be, többen részesülhetnek a támogatásból. 2 fontos dologról szeretnénk beszélni. Az egyik egy bizottsági döntés, a Humán Bizottság a mai napon ismételten Terézváros egy tehetséges kis sportolójának ítélte oda a támogatását. Ez ugye Terézvárosban egy új lehetőség, hogy tehetséges fiatalok pályázhatnak támogatási összegre, és most már másodszor tudtuk odaítélni ezt az összeget. Egy korcsolyázó kislányt tudtunk támogatni elég szép összeggel, 500 ezer forinttal. Én azt kívánom neki, hogy egészséggel, sikerrel használja fel ezt a pénzt, mindazokra a szép célokra, amelyeket a pályázatában megfogalmazott. A másik fontos dolog, amiről beszélnünk kell, hogy a mai testületi ülésen Terézváros önkormányzata kinevezte a Terezénó új igazgatónőjét, Kecskés Andreát. Nagy örömmel tölt el minket, hogy van az intézménynek vezetője. Egy nagyon szép hagyományokkal rendelkező intézményt vesz át Magyarsovszki Zsófiától az új vezetőnő. Én a munkájához sok sikert, kitartást, türelmet és eredményességet kívánok. A képviselőtestület rendeletben szabályozta az általa fenntartott gyermeküdülőkben fizetendő térítési díj mértékét. A Széchenyi 2020 programban épületenergetikai pályázatot írtak ki, amelyen a kerület a Terézvárosi Egészségügyi Szolgálat épületének energetikai munkálataival indul el. A keretösszeg 10 milliárd forint, amelyből egy-egy projekt számára az igényelhető visszanemtérítendő támogatás összege minimum 50,
maximum 250 millió forint lehet. A testületi ülésen két előterjesztés is a rendőrségnek nyújtott támogatásokról szólt. Mivel az önkormányzat kiemelt figyelmet fordít a közbiztonsági feladatok ellátására, így lehetőségeihez mérten segítséget nyújt a BRFK 6. kerületi rendőrkapitányságának munkájához. A 2015-ös költségvetési maradványból egy személyautót vásárolnak, amelyet a helyi rendőrök használnak majd. A kocsi a nyomozók munkáját segíti. Ugyancsak a rendőrség támogatásaként több mint 1,5 millió forint értékben irodaszereket vásárol az önkormányzat a kapitányságon dolgozók részére. A képviselőtestület ezen a testületi ülésén 3 napi rendi pontban foglalkozott a közbiztonsággal. Az első napi rendi pontunkban tárgyaltuk, hogy egy személygépkocsit adományozunk a rendőrkapitányságnak. A másik napi rendi pontunkban a Terézváros Közrendjét Közbiztonságáért Közalapítvány eszközöket szerzett be, és ezeket adományozzuk az önkormányzat segítségével a rendőrkapitányság részére. Ez gyakorlatilag az irodaszerektől és informatikai rendszereken keresztül mindenféle segítséget jelent a rendőröknek. A 3. napi rendi pontunkban pedig megtárgyaltuk, hogy hosszú évek után újra létrehozzuk a kábítószeregyeztető fórumot, amiben szeretnénk összefogni a rendvédelmi szervek, illetve különböző közintézményeknek a munkáját, hogy hathatósan fel tudjunk lépni a kábítószer fogyasztás, a kábítószer terjesztés ellen. A térköz projekt keretében vissza nem térítendő támogatást nyerhet a kerület a fővárosi önkormányzattól a Jókai tér megszépítésére. A tér kihasználtsága és leromlott környezeti állapota nagy mértékben elmarad az Andrássy út és a Liszt-Ferenc tér kiemelt helyszíneitől. Cél, hogy a komplex rehabilitáció a környék helyi lakosságának bevonásával, a civil és a magánszféra együttműködésével valósuljon meg és legyen fenntartható. A képviselőtestület döntése szerint a terézvárosi értelmi fogyatékosok napközi otthonának intézményvezetője Kecskés Andrea lesz. Az álláshelyre 3 pályáztak, közülük választotta ki a 3-tagú szakértőbizottság a nyertes jelöltet, akit feladatainak ellátásával 2016. augusztus 1-től 2021. július 31-ig terjedő időre bízott meg. A bizalom megvan a képviselőtestület részéről, hiszen egyhangú szavazással nyert el az intézményvezetői posztot. Milyen tervekkel indul neki? Nagyon magasra tette a szakmai elvárást mind Terézváros önkormányzata, mind az előző intézményvezető Matyasovszki Zsófia. Az ő munkájának a színvonalát szeretném én is továbbvinni, illetőleg a kor változó kihívásainak megfelelően némi változtatást tervezek, de ez természetesen be is kell valóban fel is kell vennem a munkát, és közvetlenül az ellátottakkal is kapcsolatba kell kerülnöm, ami még várat magára. Zárt ülésen döntöttek a képviselők arról, hogy dr. Mayer Ákos távozása után a Terézvárosi Egészségügyi Szolgálat igazgatói feladatainak ellátásával 2016. július 12-től az eredményes pályázati eljárás során kiválasztott új igazgató munkába állásáig megbízza dr. Szabó Katalin orvosigazgatót. Ugyancsak döntés született dr. Koppányi Krisztina háziorvos megbízásának 2021. december 31-ig történő meghosszabbításáról. Több sikertelen pályázat után elkelt az Andrássy út 21 szám alatti ingatlan. A nyilvános egyfordulós pályázat ezúttal érvényes és eredményes volt. A nyertes, az Amelus Kft. Nettó 1.368.180.000 forintos vételárajánlatával. Ezzel több mint 10 év után remélhetőleg véget ér a hányattatott sorsú épület kálváriája, és ami ennél is fontosabb, megoldódik a bentlakók problémája is. Terézváros önkormányzata az idén is sok szeretettel várja szépkorú lakosait 2016. július 12-én 9 órától a Széchenyi fürdőbe. A belépés minden terézvárosi nyugdíjasnak a lakcímkártya bemutatásával ingyenes.
záróráig a fürdő összes szolgáltatása, azaz a szauna, a gőz, az élményfürdők, a pezsgőfürdők és a Sodró medence is díjmentesen használható. Érkezés reggel 9 és 10 óra között. A Terézvárosi Önkormányzat jóvoltából az idén 41 kerületi pedagógus jutott el az Őrség és Göcsej vidékének felfedezésére az immár hagyományosnak számító terepgyakorlaton. A háromnapos program célja a környezeti nevelésben résztvevő pedagógusok ismereteinek bővítése, tájvédelmi körzetek és nemzeti parkok felkeresése és a megújuló energiaforrások megismerése volt. A mai önkormányzati percek vendége lesz Matokanovic Lídia, a Terézvárosi Önkormányzat környezetvédelmi és civil kapcsolatok tanácsnoka, valamint Árvai Balázs, a Terézvárosi Szinnyei Merse Pál gimnázium igazgatóhelyettese. A remek hangulatú kirándulás résztvevői felkerestek egy ökofalut, Nagypálit, ahol a polgármester fogadta a terézvárosi pedagógusokat, és bemutatta a település fejlesztéseit, illetve ismertette ezek hatásait. Bejárták a Sákhegy és az Őrségi Nemzeti Park egy-egy túraútvonalát, interaktív kiállítást tekintettek meg a Kemenesi Vulkánházban, és a hagyományos tökmag olajütést is megismerhették. A túra utolsó napján rövid kitérőt tettek a szlovéniai Dobarnakba, ahol egy trópusi kertet látogattak meg. A rendkívül változatos menetrendben a környezetvédelmi szempontból kiemelt helyek felkeresése mellett helyet kapott a veleméri Árpád-kori templom megtekintése is. A csoport lentiben, Terézváros testvérvárosában szállt meg. Rendkívül izgalmas és mozgalmas három napon vagyunk túl. Elmondhatom, hogy nagyon jól is sikerült. Ennek egyrészt van ugye egy tanulmányi jellege ennek a terepgyakorlatnak, mert a kerületi oktatásban résztvevő pedagógusok elmélyíthetik a tudásukat, másrészt pedig egy csapatépítő jellege is van. Ilyen szempontból is nagyon sikeres volt a terepgyakorlat, tehát mindenki jól érezte magát, a kerületi pedagógusok tapasztalatot tudtak nagyon sok dologban cserélni, illetve egymás emberi oldalát is megismerni, tehát nem csak azt, hogy mint kollégák, vagy mint másik iskola óvoda kollégája, hanem az emberi oldalt is, és egyéb területekről is tudtak beszélni, szót váltani. Hát végül is a Terézváros minden intézménye képviseltette magát ezen a kiránduláson, minden óvodából és iskolából volt jó néhány fő, aki a környezeti neveléssel foglalkozik alapvetően, intézményvezetők közül is jó néhányan voltunk, és a tapasztalatszerzés inspirálta igazából a programszervezőket, valóban nagyon sok ökoprogramon vehettünk részt, nagyon gyönyörű volt az Őrség, a természeti környezet, de valóban, ahogy Lídia is elmondta, az a legfontosabb, hogy egymással intézményi kereteken kívülre nyúlva egymással tudtunk kapcsolatot létesíteni, a közvetlen kapcsolat, ugye a programok kapcsán, ahogy sétáltunk, túráztunk, múzeumokba mentünk, ahogy étkeztünk, ahogy esténként ott maradtunk, ott ragadtunk az asztaloknál és beszélgettünk. Igazából ez a legfontosabb, hogy az intézményeken keresztül, vagy az intézményeken túl nyúlva tudtunk kapcsolatokat építeni az ökogondolkodás, vagy az a kirándulásos hangulat mellett. Régi hagyományként felelevedítve ebben az évben is a Terézváros Önkormányzat jóvoltából részt vettünk egy terepgyakorlaton. Itt a környezetnevelés az elsődleges cél, Matokanovics Lídia képviselőasszony szervezésében. Az Őrség és a Göcsei tájvidék volt a cél. Az iskolákban ezt ugye, mint környezetnevelő tanárok nagyon jól tudjuk alkalmazni, hiszen vagy kirándulást szervezünk ide, vagy pedig a tananyaggal kapcsolatosan olyan információkat tudunk nyújtani a gyerekeknek, amelyek azt gondolom, hogy mindenki számára nagyon érdekesek lesznek. És az óvodákban hogy tudják hasznosítani ezt a háromnapos kirándulást?
Az óvodánk programjához nagyon jól kapcsolódott ez a háromnapos terepgyakorlat, mivel mi zöld óvodák vagyunk, és ebben az évben megpályáztuk az örökös zöld óvoda címet is, úgyhogy nálunk ez nagyon fontos. Nagyon sok területtel megismerkedtünk most, megismerkedtünk új növényekkel, új állatokkal, tájvédelmi körzettel, és kitekintést nyertünk a kulturális életre is, amely Magyarországnak nagyon fontos része. Úgyhogy nagyon jól be tudjuk a következő nevelési évünkbe ezeket az ismereteket építeni. És nagyon fontos az a kezdeményezés, hogy itt óvónők, tanítók, tanárok megismerkednek, az iskolák, óvodák egy új közösséget alkotnak, tehát más szempontból is, és ennek ez is egy nagyon jelentős sikere és hozama ennek a kirándulásnak, úgyhogy szerintem ez egy nagyon jó dolog volt, és nagyon jól éreztük magunkat, köszönjük mindenkinek! Szia, Csegő! Hogy érezted magad? Jaj! Milyen gyakorlaton voltatok? Tebzsállás gyakorlat. Az 5-ös 10 közösségi és kulturális színtér a nyári karbantartási munkálatok miatt július 2-a és 17-e között zárva tart. Ezen időszakban a tanfolyami munka is szünetel. A Terézvárosi két tannyelvű általános iskola 48 tanulója június 23-a és 29-e között táborozott a 6. kerületi önkormányzat Dunabogdányi gyermeküdülőjében. A nagy hőségben a legnagyobb élmény természetesen a medence volt. Kora délelőtt, késő délután, illetve vacsora után fürödhettek a gyerekek. A déli órákban, tekintettel a kánikulára, a házban és a társalgóban játszottak, beszélgettek, pihentek, olvastak, készültek a ki mit tudra. A fürdés mellett sportolásra is volt lehetőség. Rendeztek asztali teniszbajnokságot, tollasoztak, kosaraztak és fociztak a gyerekek, de a csocsó és a biliárd is nagyon népszerű volt. A gyerkőcök emellett hintáztak, homokoztak, homokvárat építettek, vagy éppen labdáztak, kártyáztak, társasoztak, beszélgettek a jó levegőn. A vacsorát követően filmet nézhettek a gyerekek, illetve gyöngyöt fűzhettek. Hétfőn, amikor nem tűzött annyira a nap, és a levegő is kissé felfrissült, elmentek hajókázni. A hajó a kisoroszi révtől indult, és tett egy órás utat a Dunán. A hétfő programokban gazdag volt. Délelőtt tűzzománc foglalkozáson vettek részt a tanulók, kézműves mesterek segítségével hűtőmágnest készítettek. Ezen az estén vacsora után állatbemutatót tartottak. A Dunabogdányi táborhely rengeteg lehetőséget kínál a kikapcsolódásra és a játékra, de kirándulásokat is szerveztek a tanulók számára. A megérkezést követő napon ellátogattak Visegrádra, felmentek a Fellegvárhoz. Fentről gyönyörködtek a táj, a Dunakanyar szépségeiben, végigjárták a Fellegvárban lévő kiállításokat. A második buszos kirándulás a tábor végén volt. Szentendrén voltak a Szamos Marcipán Múzeumban, ahol a kiállított marcipán csodavilágot tekintették meg. A múzeum után fagyit kaptak a nebulók, és sétáltak a városkában, a parti sétányon is. A tábor utolsó délutánján ki mit tud versenyt rendeztek. A tábor jól felszerelt, a tanulók napi négyszeri étkezést kaptak, a korszerű táplálkozásnak megfelelően, emellett minden nap volt gyümölcs is. Négy év után ismét szerveztek a bajzások egy olaszországi utazást. 5 napot töltöttek Itáliában. A 41 diákot 4 pedagógus és 3 volt bajzás kísérte el.
Ám a tanárok is pihenéssel töltötték a tanévzárás utáni időt, zebegényben túrázott a pedagógusok egy csoportja. Az első nap az utazással telt el. Útközben Triestben volt egy városnézés, majd késő délután Bibióniban foglalták el szállásokat a tengerparttól alig 80 méterre. Többen ekkor találkoztak először a tengerrel. Másnap Pádovába indult a csapat. A gyerekek megtudták, hogyan alapították a várost, milyen erekéket őriznek a Szent Antal bazilikában. Mozzarella, mortadella, tarrotella, ecco la per me. Zuppa romana. Prego, acqua minerale, grappa speciale. Padovából Veronába vezetett az út. A csapatot lenyűgözte az aréna, amely oly sok előadásnak adott már otthont. Kihagyhatatlan Júlia háza, amelynek falát vastagon fedik a szerelmesek feliratai. A harmadik napon hajókáztak a gyerekek Buránóba, a csipkékről híres kis szigetre, aztán Muránóba, az üveggyártásáról ismert szigetre vezetett az út, ahol szájtátva csodálták meg, milyen könnyed és pontos mozdulatokkal alakítja a mester az 1000 fokra hevített üveget, hogy néhány perc alatt abból madarat vagy éppen lovat formáljon. Velencében is sok nevezetességet láttak a bajzások. A Sóhajók hídját, Szent Márteret, vagy a felújítás alatt álló Rialtót. A negyedik nap pihentek, majd az ötödiken mindenki megszavazta, hogy maradjanak még, de sajnos indulni kellett haza. Triestre aztán ismét betért a csapat, hogy megnézze a Miremare kastélyt. Szlovéniában még volt egy nagy fánkevés Trojanéban, majd este érkezett haza a társaság. Rengeteg maradandó élményt adott ez az 5 nap diáknak és tanárnak egyaránt. Ehhez kellett a remek időjárás, a kényelmes busz, a megbízható sofőrökkel, a kényelmes apartmanok, a fantasztikus idegenvezető és az általa üzemeltetett Katica rádió. És persze a gyerekek fantasztikus együttműködése. Fettuccini, scallopini, frittati, zucchini, ma per me, zuppa romana. Bella donna, mamma mia, alimenti, ciao, wow, Roma, Roma, Napoli, amore mio. Vino secco, amaretto, ricoletto, ecco la per me. Az idei tanév lezárásaként a Bajza utcai általános iskola tantestülete közös kirándulásra indult Zebegénybe. Megérkezés után a társaság 3 felé oszlott. A legbátrabbak Juhász Gábor tanár úr és Emmer Edit tanárnő vezetésével egy rövid, ám de gyönyörű túrára indultak. A kultúra kedvelők megnézték a főtéren a római katolikus templomot, ellátogattak a Szőnyi István emlékmúzeumba és a Hajózás Történeti Múzeumba is. Akik csak sétálni szerettek volna, vagy egy kicsit csendre vágytak, a Duna partján ülve nézték a vizet és az arra járó hajókat. Ebédidőben mind a 3 csapat az Almáskert fogadóban találkozott, ahol elfogyasztották a jól megérdemelt ebédet, és végre lehetőség volt kötetlen beszélgetésekre, éneklésre, tollasozásra. Kora délután indultak haza, hiszen az esti magyar-portugál meccsre sokan kíváncsiak voltak.
Terézváros 90 éves lakóját, Szecsei Istvánnét születésnapja alkalmából június 28-án Pap László alpolgármester köszöntötte. Az ünnepelt örömmel fogadta Szív utcai otthonában Terézváros alpolgármesterét, és nem hagyta ki az alkalmat, hogy megköszönje azt a sok támogatást, amit itt élő nyugdíjasként kap az önkormányzattól. 4 unokája és 1 dédunokája van. Rájuk igen büszke a most 90 éves Anna néni, akinek szeretettel gratulálunk. Júniusban a Bolgár Kulturális Intézetben jubileumi estet szerveztek Juhász Péter irodalomtörténész műfordító bolgarista születésének 85. évfordulója alkalmából. A rendezvényen az ünnepelt jelenlétében bemutatták a szerző az Isten tagadó istenei című legutóbb bolgárul megjelent kötetét, amit neves bolgár és magyar írók könyvkiadók méltattak. Az est díszvendége Krasimir Karakacsanov a Bolgár Nemzetgyűlés alelnöke volt, aki a bolgár állam nevében üdvözölte a 20. századi bolgár-magyar kapcsolatok egyik legkiemelkedőbb és talán legidősebb képviselőjét. Itt vagyunk a Bolgár Kulturális Intézetben, ahol egy ünnepi est lesz. Igen, jó estét kívánok, és nagyon örülök, hogy itt vannak nálunk újból. Ma este egy Bulgáriában nagyon híres személyt fogunk ünnepelni, Juhász Péter urat, aki tavaly 85 éves lett, és az ő utolsó könyvét fogunk ma este bemutatni. Ez alkalomból terveztünk nagy ünnepséget, és erre a célra ide érkezett a bolgáriai parlament elnök helyettese, aki a parlament nevében egy plakettet fogja nyújtani az ünnepeltnek. Ön bizonyára nagyra értékeli Juhász Péter munkáját, amiért megtiszteli ezt a rendezvényt. Mit mond nekünk Juhász Péter munkájáról? Mondanom kell, hogy Juhász Péterrel 30 évvel ezelőtt ismerkedtem meg, amikor én még diák voltam, de ő már Bulgáriában tevékenykedett, tanított, fordított. Műfordítóként rengeteg bolgár művet fordított le magyarra, és fordítva magyar műveket fordított le bolgárra, részt vett azoknak a szerkesztésében. Így módon a két ország és a két nép közötti barátságát és kulturális kapcsolatait alakítva. A bolgár kultúrában mi az a motivum, amire ön a legbüszkébb? Szimbólumában a bolgár kultúrában nagyon. Azt mondhatom, hogy a két nép, a bolgár és a magyar rengeteg közös vonással rendelkezik, rengeteg közös történelmi múltban létező kapcsolatunk van. Az egyik csoport Bulgáriában állt meg, a másik csoport pedig Magyarország, vagyis a Kárpát-medencébe, vagyis majdnem rokonok vagyunk. Ezt a kapcsolatot erősítve szeretném kívánni, és szeretném azt ajánlani, hogy legyen minél több olyan magyar értelmiségi, aki követve Juhász Péter útját erősíti a két ország, a két nemzet kapcsolatait. Megtenné, hogy lefordítsa nekem a könyvnek a... Nehezen, mert a címét értelmezni is kellene. Mert a válogató adta a címet, és azt a címet adta, hogy az istentelen istenei. Hogy ő tudná megmondani, hogy mit értett alatta. És mit tudhatunk meg a könyvből ezen kívül? Az, hogy Bulgáriában ez már a második kiadó, amelyik felajánlotta, hogy saját számlájára, tehát nem kell egy filét sem adni, szeretnék kihozni két válogatott könyvemet.
Nincs annál nagyobb öröm, mint amikor kiadók keresnek, hogy szeretnék kiadni. Ennél talán az a nagyobb öröm számomra is dicsőség, hogy az első könyvemet, amikor egy könyv Bulgáriában 5-6 leva, 120 leváért árulják az antikváriumban. Az Emerton díjas énekes-zeneszerző, két aranylemez tulajdonosa, több sláger előadója és szerzője, Majsai Gábor nyitotta meg az esti zene-tér-térzene sorozat idei programsorozatát július 2-án szombaton 18 órakor. Ezúttal az égiek is kegyesek voltak, igazi nyáresti hangulat volt a téren. Majsai Gábor kiváló zenésztársai mellett meglepetésként két csinos táncos lányt is hozott magával. Nem is kellett több a közönségnek, a remek számokat hallva többen is táncra perdültek a téren. A zenész a 6. kerületben született és jelenleg is itt él. Ezúttal másfél órás koncertet adott a Hunyadi téren 6 tagú zenekarával. A dalok között szerepelt híres dala az Öreg járgány szivatóval indul, az Üvegtrigis trilógia első részének filmzenéje, és természetesen Tom Jones dalok, swing, boogie és még számos meglepetés. Nemrégiben még itt a Hunyadi téren a fiaddal csináltuk az interjút, a Tóth Aladár Zeneiskola koncertjén, most pedig te vagy. Egy évvel ezelőtt elmaradt, elmosott minket az eső, most megígéred, hogy nem fog elmaradni? Hát a 100%, mert látod, hogy befűtöttem direkt, hogy ne bízzam másra a dolgokat, mert tényleg a múltkori 5 számot játszottunk, és ez bennünk maradt egy csomó dal, úgyhogy haza kellett menni, és ott még eljátszottuk a többi számot, de inkább megosztottuk volna a közönséggel, és szomorúak voltunk, de most eljátsszuk az összes dalt, amit felírtam. Nem mehetünk el szó nélkül Terézváros mellett, hiszen ősgyökeres terézvárosi vagy. Mit jelent számodra ez a kerület? Hát itt születtem, úgyhogy ez úgy kezdődött, és itt éltem 22 évet, és egy rövid időre eltávoztam innen, de nem bírtam ki máshol, úgyhogy visszajöttem ismét Terézvárosba, és már megint itt élek egy pár éve. Már 20 éve. úgyhogy én nagyon szeretem, itt sok ismerősöm van, kedves ismerősöm. A piacon nagyon sok embert ismerek, a boltokban, és általában megállunk, egy-két szót beszélünk, aztán úgy megyünk tovább. Egy jó hangulatú kerület, úgyhogy én nemigen költözök már el máshova, úgy gondolom. Mit hoztál nekünk? Hát színes lesz a műsor. Nagyon reménykedek, hogy mindenkinek tetszeni fog. A gerincét a saját számaim és a saját lemezeimről való dalok telítik meg, és lesz egy-kettő Tom Jones, lesz egy-kettő Frank Sinatra, színes lesz. Lesz filmzene, amit én énekeltem fel, szóval nagyon színes műsor lesz, és hát hozzá kell tennem, hogy a kitűnő zenészek mellett, akik tényleg a ország krémje, még lesz 2 táncos lány is. Nézd a cápa, hogyan gyilkol, a gyilkos teste, a tiszta még, de micska maxi, kesztyűt láthatsz, és a kesztyű, hol fehér, és a stranden, a múlt vasárnap, kint feküdt egy, a friss tetem, hogy a szomszéd utca sarkon Maxi ott áll, hát Istenem. Régi ismerősökkel találkozunk itt a 6. kerületben. Zuglóba jöttetek, és Majsai fán vagytok. Nagyon szeretjük a zenéjét, a szöveget, a szövegtartalmát, és kísérjük őt, hogyha tudunk, van időnk, módunk rá, ahova ő megy, mert szeretjük az ő természetességét, lezserségét, és a kedves hangját, és a vidám mosolyát, nagyon. Úgyhogy
azért vagyunk itt is, és pont így Pesten most ez így tökéletesen, és mindig jövünk, igyekszünk. Terézvárosi Hunyadi tér már emblematikus tér lett itt a lakosság körében, és más kerületekben is, hiszen ma is számos olyan vendég érkezett, aki nem kerületi lakos. Miket láthatnak még most az elkövetkezendőkben a kedves nézők? Hát igen, nagyon örülünk, hogy ilyen sokan eljöttek ma este is. 6. kerületi lakosok, illetve 7. kerületből is most már sokan járnak át ide koncertekre. A jövő héten igazi kuriózumként Gáspár Laci fog fellépni, 1 órás koncertet fog itt adni 6 órakor. Az utáni héten pedig Pozsó József Mahó Andrával egy kis operettet és musicalt fog majd ide varázsolni a térre, a zenepavilonba. Majd egy zeneakadémián tanuló jazz formáció fog fellépni, és hát szerintem mindenki nézze majd a tévét, keresse a Facebook oldalunkat, a Térzene Zenetér Facebook oldalát, és az újságban is kaphatnak hírt arról, hogy kik lesznek a következő fellépők itt a zenepavilonnál. Félteni nincs mit, baby, rossz pénz sose vészel. Azt mondta, fogj el, adj el, verj el, pazarulj el. Oh! Azt mondta, mindegy, baby, rossz pénz. Kellemes szombatesti programon vagyunk túl itt a Hunyadi téren, Majsai Gábor koncertjét láthatták. Fantasztikus volt, és úgy elrepült ez a közel másfél óra. Nagyon jól éreztük magunkat, azt hiszem, hogy mindannyian nevébe beszélhetünk, mert annyira élvezte itt a közönség itt a Hunyadi téren, nem csak én, és nagyon különböző korosztályok is voltak jelen itt a Hunyadi téren, és tényleg ez a nyitánya talán, ez a majsai féle előadás, ez méltó nyitánya ennek a Hunyadi téri 6 órakor kezdő, minden szombat 6 órakor kezdődő esten. Nagyon szépen köszönjük ezt a műsort a Terézvárosi Önkormányzatnak, és jó lenne, ha mindig ilyen lenne. Évről évre jobb, mert már többször voltunk, és mindig nagyon jól éreztük magunkat. Túl vagyunk a ma esti koncerten, hogy érezted magad? Nagyon jól éreztem, egy kicsit ki is döglöttem, mert ebben a melegben is, hát azért mégis másfél órát játszottunk, nagyon klassz volt, jó volt a közönség, a zenekar, a táncos lányok, mindenki. Jó volt. Te is. Úgyhogy nagy baj nem lehetett. Kedves nézők, megköszönöm megtisztelő figyelmüket, Terézváros elmúlt heti eseményeinek összefoglalóját látták. Hívjanak bennünket, írjanak nekünk a képernyőn látható elérhetőségeken. Találkozunk a szokott időben 1 hét múlva ismét, addig is minden jót, a viszontlátásra!